Kíták holnap, magyarok, üljetek le, azért köszöntelik így benneteket, remélem tudjátok, ha azt mondom, az kíták holnap, magyarok, akkor egy népről beszélünk, vagyis mi rólunk. Hát ez az kíta tudat, amit eltitkolnak előttünk, eltitkoltak, hát persze csináltak belőlünk mindenféle finnugorokat és egyebeket. Azt se zavarta őket, hogy úgy hívnak minket, hogy Hungária, ugye, tehát hunok vagyunk, nem úgy, hogy Fingária, tehát finnek, szó sincs ilyesmiről. Hát egyszerűen ezt a hazugságot terjesztik és próbálták beadni évekig, évtizedik. Most már van azért egy kis rés is ezen az egészen, és én szeretném megköszönni a Mi Hazánk képviselőinek, Novák Elődnek, hogy hétfőn a parlamentbe felszólalt, és méltatta a pozsonyi csatát. Végre valaki szóba hozta. A magyarság legnagyobb ünnepe. És hát így természetesen szeretném köszönteni Mi Hazánk alelnökét is, Dócs Dávid urat. Úgyhogy ő is. Köszöntöm. Végre előtt szóvá hozta, és minden évben remélem szóvá hozza. Én amikor 12 évvel ezelőtt itt kezdtem el a pozsonyi csatát, ugyanúgy 7-én, most 1715 éve van a pozsonyi csatának, 12 évvel ezelőtt is elkezdtem itt, és utána átmentünk az akadémia elé, mondtam, hogy menjünk át, akkor voltunk vagy 300-an, átmentünk, és én a következőt kértem. Egy, pozsonyi csata napja legyen nemzeti ünnep. Ennek a napnak köszönhető, hogy van hazánk, ugye? Mert a Árpád fejedelem nem győz a háromszoros túlerőben lévő egyesített európai zsörgek ellen, akkor itt ma nincs Magyarország. Nem vagyunk, nem létezünk, hisz azzal a céllal keltek ugye útra Európa hadai, hogy minket kiirtanak. Decretum ugros eliminandos esse, az azt jelenti, elrendeljük, hogy a magyarok legyenek kiirtva. Tehát magyarok kiirtassanak. Na most is valami hasonló van, tehát nehogy azt higgyük, hogy változtak az idők. Egyet tudnotok kell, hogy mi itt Európában nem tartozunk se a szlávokhoz, se a latinokhoz, se a germánokhoz. Mi szkíták vagyunk, királyi szkíták. Kik a szkíták? Szkíták a legősibb nép a világon. Szkíta az egy görög szó, azt jelenti, hogy nyilas-nyilaszú étfeszítő. És ennek a népnek vagyunk mi a királyi szkítái. A középkorban úgy szólítottak meg minket a pápák, hogy kedves magyar testvérek, tisztelt királyi szkíták. Hol van ez most? De azért, hogy nem szeretek mellé beszélni, meg
fejembe születnek meg dolgok, erről szó sincs. Ezért én egy papot fogok idézni, még csak nem is akárkit. Úgy hívták ezt a papot, hogy dr. Zakar András. Dr. Zakar András volt Mindszenti József hercegprímásnak és Serédi Uszti hercegprímásnak a személyi titkára, plusz pápai kamarás, tehát belátott a pápa iratokba. Ő írja le, a korabeli Európa még úgy tudja, hogy a bevándorló magyarok szkíták. 5. Orbán pápa és 11. Gergely pápa bulláikban királyi szkítáknak nevezik a nemzetet. Gardézi bizánci történetén úgy írja le őket, mint akik prém és sejemprohát ruhákat hordtak, arany, ezüstrejtű fegyvereket viseltek. Természetesen a fényes ruhák alatt épp úgy viselték a fehér neműt, mint egyéb szkíta testvéreik, amit az akkori Európa nem hordott, és csak 300 évvel később gazdagabbjai viselni. Tehát nekünk már volt alsógatyánk, ők még mesztelen popsikkal futkoztak itt Európába. Ilyen nagy nevetséges tógákba járkáltak, meg ilyen szandálszerű cipőkben, amikor az NDK-sok ugrották át a falat, annak még emlékeztek, minden NDK-s területet megismerni a szandáljáról. Na tehát, Gardézi írása teljesen megfelel az azóta is hordott úgynevezett díszmagyarnak. A bevándorló magyarságnak több lova és marhája volt, mint az akkori egész Európának együttvéve. Ezt jól jegyezzük meg, mert erre visszatérünk. Több lovunk és marhánk van, mint egész Európának együttvéve. Mert utána jön a kérdés, mi kellett nekünk Európából. Itt a legjobb a föld, bő, a hal, haladás, állatok, mi látjuk el ezt a nyomorult Európát étellel, mindennel. És több lovunk már ránk van, de mégis ránk fogják, hogy mi raboltunk Európát. Hogy van beállítva mi történelmünk? Kénytelből kell egy pár szóba beszélni. Való érdekélünk ott a sztyeppén. Azt se tudjuk, hogy ki vagyunk, jövünk, megyünk, stb. Egyszer csak besenyők által üldözve esünk idebe. Besenyők által üldözve. 500 000 ember, asszonyokkal, gyerekekkel, öregekkel, több millió állattal, stb. Hogy lehet üldözve beesni ide? Hát persze, hogy sehogy. Majd szusszanunk egyet, ugye? Hát egy üldözött népnek kell egy picit szusszalni, majd utána a pozsony csatába tönkeverjük el egész Európát, az Egyesített Seregeket. Ez hogy van? Hát persze sehogy, de hát így kellett beállítani a mi történelmünket. Hát ez elképesztő, ezzel szemben vannak azért becsületes emberek, többek közt ez a Zakar András is, és a honfoglalók meghagyták a töredéknépek szokásait, nyelvét, vallását, és a keresztény igehirdetőket is szívesen látták. A magyar államvezetés, míg a kereszténység hivatalos fölvétele előtt, barátságban itt élő népeknek meghagyta a szálláshelyét, foglalkozását, és így páratlanul elős államot létesített. Itt megállunk egy pillanatra. Ki létesítette itt nálunk az államot? Hát nem Szent István. Ő már örökölt egy működő államot. Már a honfó, a hazatérő. Ez egyébként szintén rossz szó, hogy honfoglalók, hát mi nem honfoglaltunk. Mi egyszerűen hazatértünk, tessék elolvasni a krónikát, velünk egynyelvű néppel találkozunk. Tovább folytatva, tehát már akkor erős államot alakítunk. Leó császár taktikája, a Bíblóban született Konstantin tájékoztatása, fia Romanus számára, valamint a korabeli arab történetírók feljegyzései szerint magyar néppel valami új jelent meg Európában. Olyan nép, mert a keresztények és a mohamedánok ugyan pogánynak neveztek, de melynek emberséges és nemes jellemvonásai tiszteltet, katonai tudománya félelmet ébresztett. Egyisten imádásuk bálványt nem tűrt meg,
és erkölcsi állapotaik is kedvező világot vett az emberáldozatok teljes hiánya, a többneműségtől való idegenkedés, az eskü szentsége, és azon körülmény is, hogy a kereszténység első tanítóinak nem kellett közöttük, mint a többi barbár népeknél vérükkel fizetni hitbuzgó merészségükért. Dr. Zakar András, római katolikus lelkész, pápai kamarás, Szerédi Justinian hercegprímás, 1940-es Mindszenti József hercegprímás zemélyi titkára. Meg is lett a jutalma, én még ismertem gyerekkoromban Zakar Andrást, hát olyan formában, hogy a szomszédunkban járt, és ott mutatták meg, hogy egy tudós papbácsi, ennyi volt, de ugye hát Mindszenti Józsefnek volt személyi titkára. Ezért ő kapott 6 évvel jutalmazták. Végre egy pap, aki őszintén mer beszélni, és nem a hülyeségeket, mint amiket manapság is beszélnek. Tehát ő merte vállalni a magyarságról alkotott véleményét így. Ha ilyeneket tanítanánk a templomokba, akkor biztos azért telennének a templomok, és nem ilyen ószövetségi marhaságokkal tömnék az emberek fejét. Minden esetre, tehát bejövünk ide Európába, páratlan erős államot alapítunk, ugye? Itt írják, páratlan erős államot. Nem tetszik ez a nyugatnak, idegen vagyunk köztük, idegen népi, szkíták vagyunk, királyi szkíták. A magnépe, a szkíták ősapja ki, Nimród. Nimródnak van 2 fia, Hunor és Magor, ugye? Hun és magyar van. És mi ezen belül királyi szkíták vagyunk, vagyis a mag népe. A magyar hívták a mag népének. Tessék megnézni a tenyereteket, itt van benne az M betű. Itt a ráncokban van benne az M betű. Nézzetek bele, ott kell, hogy legyen M betű. Úgy tátom, bólogattok. Jó, örülök neki, tehát meg vagyunk jelölve, a mag népe vagyunk. A szkítákat úgy képzeljük el, mint egy almát. Az almának a magja az mi vagyunk, magnépe. Almának a húsa a 24 húntörszövetség, az almának a héja, vannak azok a héjnépek, akik úgymond szkítává váltak. Ilyenek például a mongolok is, vagy hunná váltak. A héjnak kell védeni a húst, és a hús védi a magot. Így tudja ezt mindenki tőlünk keletre. Csak azért, hogy tisztában legyünk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Megmondom őszintén, majdnem minden nyáron mongolok járnak hozzám. Bobusánszki Borbála, jelen pillanatban ő a mongol nagykövet, hozza hozzám mongol professzorokat, stb. Mert őket egy dolog érdekli. Tudnélik, a mongolok mindent a hunoktól tanultak. Hunoktól tanultak, hunnál váltak, úgy építették fel a hadrendet is minden, ahogy Attiláék. És ők Attila városát keresik, Attila nyomait. És elutaznak ide 9000 kilométert, de tudják, hogy hol volt Attila városa. Kovász és környéke, Szikambria. Erről adtam ki könyvet, ott van történelmünk ősi gyökerei a Pilisben, és egy kis mellébeszélés. Ez nem egy Nobel-díjas könyv, mert ilyenekre nem adnak Nobel-díjat, aki valaki őszintén beszél és ír. Ezekről a dolgokról, ott más miatt adják a Nobel-díjat, később azt, aki Nobel-díjat kapott, azt utána Oscar bácsi látogatja meg, mert filmet csinálnak belőle. Így, és akkor ez így működik. Az csak egy bizonyos kör, amelyik ezt csinálja. A lényeg az, hogy a mi múltunkat el kell titkolni. Egyetlen egy népnek nem hazudják úgy a történelmét, mint a miénkét. Hazudják persze, de fölfelé. Soha nem volt csőcselék népek csinálnak történelmet a mi történelmünkből. Itt épül szomszédunkba 30 éves ősállam, Szlovákia. Ellopták a kettős keresztünket, hármas halmunkat. Tokai borunkat is ellopták, himnuszuk zenéje is a miénket, de azért ezeket csinálják, de ők könyveket írnak, erről több nyelven kiadják, és így hiszi a világ. Még ezzel szemben a mi tudósaink, hogy miért is csináltam a tüntetést itt 2012-ben? Mert olvastam a Magyar Tudományos Akadémia elnökének,
az írását a magyarokhoz írt levei, magyarokról írt könyvében. A következőt írta a magyarokról, ezek a primitív hordák, akiknek a gyermek és nőgyilkosság régi tradíció, görbelábú gyilkosok. Nyelvük nem lévén csak makognak, s a sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el. Glac Ferenc. Ez a mennyit képű patkány, ez ma is valamivel meg van bízva, ez volt nálunk a magyar. Mitől magyar? Mi a magyarság lélekminőség kérdése? Ez volt nálunk a Magyar Tudományos Akadémia elnök, és képzeljük el, hogy ezek járnak tudományos konferenciát, mondjuk külföldre, hogy áztatnak ezek minket. És amikor mi reklamunk, hogy nem így van, hát ez itt teljesen más magyarság szint, minden, tessék, a tudósaitok állították, tudósaitok. Ez volt a tudósunk. Na erre láttam be, és ekkor mentünk át az akadémia elé, és három dolgot követeltem. Egy, Pozsonyi csatornára legyen nemzet ünnep, mert ennek a napnak köszönhető, hogy van hazánk. Árpád fejedelem nem győz a közel háromszor túlerőben lévő egyesített európai sekkel, akkor itt ma mi nem létezünk. Kettő. Minden iskolában tegyék kötelezővé a pozsonyi csata oktatását. Minden iskolába. Ezzel kell kezdeni az oktatást, nem hülyeséget tanítani, meg idegenekről. Mit érdekel engem az idegenek a történelme? Majd akkor, amikor vannak benne magyar dolgok is, akkor majd esetleg fölfigyelek az idegenre is. De ne azzal kezdjék, ne azzal többjék a gyerekek agyát. Tehát mi? Három. Távolítsák el a Tudományos Akadémia azon idegen érdekeket kiszolgáló tagjait, akik a magyar történelmet meghamisítva az adófizetők pénzét mai napig is ott ücsörgnek ezért intézmény falai mögött. Ez a három kívánságom volt. Egyetlen egy ember mert kijönni a parlamentből, tudták, hogy ez meg, dr. Lerán Balázsnak hívták, a Jobbiknak volt képviselője, és ő bevitte, és átadta az államtitkárnak, Hoffmann Rózsának, aki válaszolt nekem, ez 2012-ben volt, majd 2016-ban jött meg a válasz. Hát látszik, ilyen lassú a posta, következőt írta, tisztelt Herceg Ferenc, kedves Szkíta testvéret. Na mondom, ez jó kezdődik. Na, hát írta, hogy azt mondja, hát beterjesztette a frakció elé, KDNP frakcióról van szó, KDNP nem kapta meg a pártámogatást, hát ezen nem csodálkozom, nem kapta meg a pártámogatást, tehát ez már tovább nem is mehetett ez a dolog. Kettő, valahogy egy mondattal sikerült neki becsempészni a ötödikesek tankönyvébe valami elektromos, hogy volt egy ilyen, hogy pozsonyi csata. Ennyi. Három, neki nem áll, módjába eltávolítani a Tudományos Akadémia gazembereit. Hát ennyi történt. Most viszont azért is szóltam, hála Isten főszólalt Novák előtt, és eléggé tisztességes választ adott az államtitkár asszony, Vitályos Eszter, tehát ő is koszorúzott itt most vasárnap, vagy mikor, vasárnap, igen, akkor tartottunk itt megint egy pozsonyi csata összevetelt. Tehát már valami változott. Csináltak már ugye ilyen animációs filmet is, de hát így, hogy a Novák György is kérte a parlamentben, hogy erről valóban nagy filmet kell csinálni. Itt nem szabad sajnálni a pénzt, hogy ennyibe kerül. Hasonlót, mint az egri csillagok, ott se sajnálták a pénzt. Ezt mindenkinek tudni kell nyugodtan. Tehát a pozsonyi csatáról egy pár szóban, nem akarom majd meg, utánam is vannak felszólalók, pár szóban csak a lényeget kiemelve. Először a magyarság szakrális vezetőjét, magyarságnak kettős vezetése volt, Kurszán volt a szakrális vezető, Árpád a hadivezető, elhívják egy tárgyalásra 903-ban, és őt és a küldöttségét elteszik lábalól, megmérgezik.
kész, innentől számára Árpádnak is világossá vált, hogy ezután ő kerülhet sorra. Ellenünk dudálták Európában az összes, hogy úgy mondjam, templomba járó embereket, megpróbáltak lejáratni, magyar a sátán nyelve, magyar ilyen, olyan az ember, stb. Magyar ellenünk hangolták Európa népét. Össze is szedtek egy 110 fős sereget, a különböző keresztes hadjáratok csak 75 ezer főnél többet nem sikerült összedni, ellenünk összedtek 110 főt, 110 ezer főt. Mi nem rendelkeztünk 4 tumánnal, illetve több tumánunk volt, de a déli oldalra is kellettek harcosok, úgyhogy Árpád oda is tett le harcosokat, egy pár tumán, de itt nálunk 4 tumán volt. A tumán, egy tumán, az 10 000 fő, itt 4 volt. Mindegyik élén Árpád és fiai álltak, utas, tarhos, ülő, és Árpád állt a negyedik tumán élén, tehát 40 ezer fő a 110 ezer ellen. Ezt kellett megverni. Ők preventív, úgymond megelőző csapást készítettek elő ellenünk, de hát ebből a fordítottja lett. Harmadikán vonult föl a sereg, a magyar sereg, és várták az ellenséget. Azt kellett megtudnunk, ez volt a legfontosabb, hogy fog fölvonulni az ellenség. Háromféleképpen. Ez már jó, mert attól tartott esetleg Árpád, az ország belsejébe engedi be őket, akkor egy adott pillanatban, egy adott helyen egyesül a három sereg, és az azért óriási veszélyt jelentett volna számbéleg jóval kisebb magyar számára. Ezért a következő Dittmár püspök kapott 40 ezer főt, ő a Duna jobb partján volunk föl. Vele szemben Leopold herceg 50 ezer fővel, és a Dunának a közepén egy 10 000 fős hajóaddal zikált herceg. Mi volt a legfontosabb stratégiai szempontból? Elsőleg a hajóhadat kellett megsemmisíteni. Miért? Tehát ő szállította az utánpótlást, a haditápot, adott esetben itt egy ponton összeállva észak és déli part között összekötetést biztosít a két seregrész között. Tehát ha ezt én kiiktatom, akkor egy fél győzelmet tartok. Így is történt. Negyedikén, július 4-én, 907. július 4-én megindult az első támadás, a Zikárt herceg által vezetett hajóhad ellen. Hogy? Taplós nyilazással. Mi az a taplós nyilazás? A száraz taplót olajba vártják, rátűzik a nyílhegyre, meggyújtják, és kilövik a hajókra. Azok fahajók révén annak rendes módja szerint szépen kisgyulladtak. Pár óra alatt megsemmisítették ezt a 10 000 fős hajóhadat, majd 5-én, és 5-én összecsapnak a Dittmár püspök által vezetett 40 ezer fős sereggel. A zárt rendben felvonuló sereget, én 5-ször voltam kint a helyszínen, ez pozsony csataképpen vonul be a történetben, de helyesen a pozsony környékét mondunk, mert a mai pozsonytól 13-15 kilométerre van ez a barna hegyen. Én 5-ször voltam kint, Pór Miklós bátyám, nem tudom mit vagy-e, ő viszont 7-szer volt kín, és ő szépen föltérképezte az egészet, benne a helyiség nevekkel, meg mai napig is arról árulkodnak, hogy ott hatalmas csata zajlott le. Lényeg az, hogy a Dittmár püspök által vezetett 40 ezer főt hogy bontjuk meg, úgyhogy elkezdik két oldalról körbe lovagolni, és közben szórják rájuk a nyilakat. A magyarok nyilaitól ments meg minket, uram, ugye ilyen Európában mi nyilait elvittek 600 méterre, az ellenfél nyilai jóval 100-120 méterre. Nincs az a fegyelmezett sereg, mert annak hatására, hogy nyilak zúgnak a nyakába jobbról, balról, keletről, nyugatról, innen-onnan ne kezden el bomladozni. Épp ezért elkezdett bomladozni a sereg, és ekkor középen beállt egy ékalakba egy csapat, az erdőbe beállt, és középre bevágtatta, ketté vágta a sereget. És innentől, mint a nyulakat levadázták. Tehát két nap alatt megsemmisítették ezt a 40 ezer főt, elesett Dittmár püspök is.
a Salzburgi halottas könyvnek felsorolják, hogy hány püspök, hány apát, hány egyházi előjáró vett részt a csatába, és hagyták ott a fókat. Most akkor elgondolkodunk egy pillanatra. Kérem, én is keresztény vagyok. Keresztény vagyok, hazafi vagyok, magyar vagyok, épp ezért Magyarországon nem lett belőlem semmi, hát ez egyértelmű. Aki ilyen, abból nem lesz semmi. Na most, de azért be kell vallani, hogy ez egy csúnya dolog volt. Mert ennek a parancsnak, hogy decretum ugros eliminandos esse, elrendeljük, hogy a magyarok legyenek kiirtva, papok vezetik a csatát ellenünk. Hát itt egy keresztes hadjárat folyt a magyarok ellen. Keresztes hadjáratot meg kirendelhet el pápa őszentsége. Így van? Csak erről nincs írás. Illetve ha van, hát az is el van szépen rúgott, de egy keresztes hadjárat volt. A júdeó keresztények ki akarták írtani a szkíta keresztényeket is. Mert mi szkeletények voltunk. Csak nem júdeó keresztények, hanem szkíta keresztények. És ez nagyon pontos. Mikor történik a nagy bukó? Amikor László Gyula professzor kiássa a hazatéréskori ősmagyar leleteket. Mi van? Ott van a csontvázak takában, ott vannak a mellkeresztek. Puf neki, hatalmas bukó. Lepogányoznak, mint a pogány, ez azt jelenti, hogy hitetlen. Ez nem azt jelenti, ez a Pagaus nevű görög szóból van, annyit jelent, hogy városon kívüli. Nem az, hogy hitetlen. Tehát mi szkíta keresztények voltunk, sőt Attilánál is, Attila is keresztény volt. Sassai Sándor találta a szkíta, vagy a hun leletet, például a Leányfalú hun kerámiát, aminek a díszítő elemért kereszt volt. Tehát ez nem érdemes elgondolkodni, de hát ez majd ráér később. A lényeg az, mit már püspök által vezetett sereg, meg semmisül. Majd még aznap éjjel tüzet gyújtanak a Duna jobb partján. A szemben levők nem tudják, hogy mi van itt, tehát biztos mulatnak, jóked, híret nem jönnek, kaja se jön, semmi, mert a hajóad meg semmisül. Rossz kedvűen, a mentálisan rossz állapotban kerültek és nyugodóra tértek. Magyarok 5-én éjjel átúsztattak a Dunán, úgy, hogy felfújható börtönlőket kötöttek a lovak oldalára, átmentek a túloldalra, és a félig szúnyogkáló alvó ellenségre vetették magukat. Nagy csata kerekedett azért, ez volt 6-án és 7-én, és 7-ére, 1115 évvel ezelőtt, 7-én, most tartjuk, ezen a napon a magyarok győztek. Itt kérnék egy tapsot az eseménynek. Győztek. 7-ére a magyarok győztek. De még Gyermek Lajos Frankban uralkodó megtartott maga mellett egy 10 000 fős sereget. Úgy gondolta, hogyha valahol baj van, akkor még ő beveti ezt a 10 000 fős sereget. Épp ezért magyarok meg úgy gondolták, ha már úgy, akkor legyen kövér. És ilyen fiatal, úgy mondjam, ilyen vagás rácokat előre küldtek, nem vettek részt harcokba, hogy csináltak egy szillelt támadást. Megcsinálták. Hűha, itt vannak a magyarok, ugrottak, ugye, a 10 000 fős sereg. Ezek csalták őket, csalták, megfelelő helyre, és ott felálltak az igazi harcosok, és innentől a történet befejeződött. Óriási, világra szőrő győzelmet arattunk. Ezután, a győzelem után, 123 évig idegen a lábát be nem merte tenni. Ezt a győzelmet tanítják Amerikában a West Pointon, a Katonai Akadémián, tanítják Franciaországban, Katonai Akadémián, nálunk hol tanítják, mi akik érdekelve vagyunk. Itt csak vereséget lehet feltüntetni, vereség hátán, győzelemről szó sincs. Tudom, hogy 1848, 1956 szép volt, százszoros túlerővel szemben, de veszteség volt. Vesztettük, mind a kettőn vesztettük. Ezt viszont megnyertük.
megnyertük. Ezt nem megünnepelni, ez történelmi bűn, és azok a hibásak mind, akik ezt elhallgatják, és nem hajlandók megünnepelni. Én azért a Mi Hazánk nevébe, miután parlamentén, én beterjeszteném a parlamentbe, hogy legyen nemzeti ünnep. Legyen nemzeti ünnep a pozsonyi csata, majd megnézzük, hogy ki szavaz ellene. Hát tudjuk, hát ugye, hát persze, itt nemzetellenes csavargók is ülnek ott benn, házuk van itt, de hazájuk semmi. Nincs, ilyen emberektől nem is várhatunk más, de legalább valljanak szint a nemzetért. Ezek nem magyarok. Nehogy azt higgye nekem valaki, hogy az a magyar, aki magyarul beszél, szó sincs ilyesmiről. Akinek a lélek minősége nem magyar, hát akkor miről beszélünk? Tehát egyszerűen ez világra szóló győzelem volt. Gyermek Lajos frankba uralkodó elmenekült, Passauig meg se állt. Ő életben maradt, a főgazember, aki ezt az egészet ellenünk indította. Nem úgy sajnos mi, óriási minőségi veszteséget szenvedtünk. Ebben a csatában egy szkítánál, hunnál, magyarnál ugye az a jelszó, hogy fiúk utána, nem az, hogy fiúk előre, én meg majd van barlangból irányítalak, vagy innen onnan. Annak, hogy mindenki a vezérekre vadászik, hogy bizony ott adják a fogukat. Hát így is történt, utas, tarhós és ülő, egyébként Árpád fedennek öt fia volt, Levente volt a legidősebb, ő a bolgárok elleni csatában hősies harcol ezt életét. Utas, tarhós és ülő a pozsonyi csatában, és így maradt meg a legkisebb fia, Zolta, aki ilyenkor 12 éves, vagy Zsolt vezér, ő például számú Zsoltnak fia volt a Fajsz, Fajsznak fia volt a Taksony, Taksonynak Géza, Gézának Vajt, vagyis Szent István, innentől ismert ugye a történet. És itt kap Árpád fejedelmi és halálos sebet. Nem itt hal meg, visszahozzák őt Szikambriába, Attilának a városába. Innentől már is már a krónikás pap becsatlakozik a történelembe, következő írja szó szerint Anonymus. Az úr ezután az úr megtestesülésének 907. esztendőjében Árpád fejedelem is elköltözött oda örökre. Nagy tisztességgel eltemették egy kicsin pataknak eredete fölé. Tehát kell találnunk egy kicsi patakot, mely valahonnan ered, és a fölé temetik a fejedelmet. Egy patak kőmederben folyik keresztül Attila király városán, melynek közelében épül egyház, melyet fejének neveznek, áldott Szűz Mária tiszteletére. Itt szól a pontos fordítás, kérem. Ez a hármasság Attila városa, Árpád temetkezésére és a templom, melyet egyház, melyet fejének neveznek, egy helyen kell lennie. Ez pedig sehol a világon nem áll össze, mint Pomázon. Pomáz környékén. Ezt kutatta Sassenyi Sándor, a legnagyobb pilis kutató, és ő 1939. szeptember 12-én megtalálja Árpád fejedelemnek a csontját a pomázi holdvilágárokban. A könyvemben ott van, le van írva, képekkel, fényképekkel, három tudós azonosította be, dr. Gallus Sándor, dr. Nemeskéri János és dr. Mészáros Gyula. Ők azonosították be csontvázat. Fejedelmi sziklasírba, 60-70 év közötti férfi, taurid ember típus. A taurid az azt jelenti, hogy a Taurus hegységből van, tehát nimródi vérvonal. Nimródi vérvonal. Ősi rovásvésetek és minden másik bizonyíték. A falba, akik voltak kint velem a holdvilágárokban, minden évben oda megyek ki, ugye március 31-én oda megyünk ki, ott is jön velünk pár száz ember, azt is évtizedek óta csinálom. Tehát két álmom van. Az egyik, hogy a pozsonyi csata tényleg most már kapjon országos hangot és legyen bőle van, másik pedig Árpád fejedelem temetkezési helye. Amikor még itt nem lehetett csinálni a Hősök terén ezeket a felmúlásokat, illetve a megemlékezéseket, akkor a holdvilágárokban emlékeztünk meg, ahol Sassai Sándor 1945. október 12-én megtalálta Árpád fejedelemséget. Az akkori újságok, ott van a könyvemben, benne tele vannak, megtalálták Árpád fejedelemséget. Hát nagyon röviden ennyit mondanék.
még annyit, hogy vigyázzunk a múltunkra. Miért? Mert ha nincs múltunk, akkor jelenünk se lesz. És még egy. Emeltővel járjatok a világban, nehogy nekem valakinek kisebbségi érzése legyen, hogy itt az a külföldi, meg ez, meg az, meg a Isten őriz, mert én meg is őrülnék, hogyha valaki kisebbségi érzéssel kutkosta a világba, itt Európában, a csűrre népek között. Most is a vesztünkre törnek, úgyhogy ez nem. És egy mondattal zárnám, hogy adjunk hálát Istennek, hogy magyarnak születtünk. Köszönöm. Türelmet köszönöm. Most pedig, igen, jó. Jó. Most pedig akkor esküdni fogunk, jó? Mindenki megkapta a papírt. Kérem, hogy álljatok föl. Elénekeljük és utána így ráhangolódunk a mai napra. Esküszünk a nemzet magyar istenére, piros, fehér, zölddel írjuk fel az égre, minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, ősi országunkat együtt veszünk vissza. Büszke szemmel nézzük Nimró király fényét, az égen győzi le örök ellenségét. Csoda szarvasunknak követjük futását, unocs magyar hívó égi vártalását. Attila kardjáról csodákat mesélünk, ha egy kard kezünkben senkitől se félünk. Csaba, ifjú király, meghajlunk előtted, fényes csillagösvény az égre tesződted. Esztergomi falra festett oroszlánok, mint a báik régen, törjük szét a láncot, figyeljük hattulul madár érkezését, a tudás népének újjászületését. Szeretett hazánkat, őrbe veszi Kárpát, ide tértek vissza, álmos fia Árpád. Áhítjuk óvószent magyar koronánkat, a királyunk fejét ránk senki sem támad. Magyarország, te sosem maradsz hárva, mindig szívünkben élsz, szeretetbe zárva. Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, ősi országunkat együtt vesszük vissza.
Nézzünk a nemzet magyar istenére, piros, fehér, zöldet írjuk fel az égre, minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, ősi országunkat együtt vesszük vissza. Isten áldjon mindez két a magyar testvéremet. Köszönöm szépen. Most megkérném a Mi Hazánk alelnökét, Dózs Dávid urat, hogy szóljon ő is egy pár szót a kedves megjelentekkel, szóltán nekünk a Mi Hazánk. Tehát hölgyeim és uraim, drága magyar testvéreim, azt gondolom, hogy talán azzal illene kezdeni a beszédemet, hogy magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Hallottunk itt sok mindent, és nehéz ehhez most már új dolgokat tenni, de azért megpróbálok én is egy pár érdekességet elmondani a beszédemben. Hallhattunk a Magyar Tudományos Akadémiáról is, és gyorsan egy párhuzammal kezdeném, hiszen mi az egyetlen olyan párt vagyunk most már 2022-től a Magyarországgyűlésben, akik nem politikát képviselnek, hanem a hazát képviseljük és egy értékrendet képviselünk. Nálunk az értékrend az nem politika, nem korfüggő, az állandó és örök. És hát éppen költségvetés időszaka van mögöttünk, és hát a költségvetésbe elmélyedtünk, hogy hol lehetne spórolni esetleg, hogy a magyar embereknek minél több jusson a zsebébe, és hol lehetne egy kicsit jobban meghúzni a nadrág szíjat, kik azok, akik annyira nem vették ki esetleg a részüket a közös teherviselésből. És ha már Magyar Tudományos Akadémia, akkor képzeljék el, hogy egész Magyarország főállású anyái összesen 5,6 milliárd forintból kell, hogy osztozzanak egész évben, holott ők azok, akik a jövőt biztosítják számunkra, nemzetünk és országunk számára. És ha már Magyar Tudományos Akadémia, ők pedig azok, akik elhazudták a történelmünket, és nem, hogy a jövőnket nem biztosítják, de még a múltunkat is le akarják rombolni, nekik a személyi juttatásokra mintegy 8 milliárd forintot szánt a magyar kormány, és dologi kiadásokra ugyanennyit. Tehát láthatjuk, hogy közel háromszor annyit adnak azoknak az embereknek, a magyar, magát nemzeti keresztény konzervatívnak hazudó kormány, mint azoknak az édesanyáknak, akik biztosítják a magyar nemzet fennmaradását. De hát itt állunk a hősök terén, a tér maradt, a hősök mögöttünk pedig már csak szobor formájába, valahogy kikoptak a hősök ebből a mai világból. Hogyan jutottunk idáig? Hát ha már Magyar Tudományos Akadémia, akkor azt gondolom, hogy jelentős osztályrészük volt nekik is ebben, illetve abban a folyamatos történelem hamisításban is rengeteg embernek volt része, akik megpróbálnak minket levezetni a helyes útról, akik megpróbálnak minket eltéríteni, és ez nem most kezdődött. Ugye azt mondták, hogy honfoglalás volt, én szerintem az hazatérés volt, de egy biztos, egy honvédő csata, jelesen, nevezetesen a pozsonyi csata, az valóban volt. Az valóban volt 907-ben, tehát az a támadás, amit napjainkban is átélünk, ez nem egy új keletű dolog, ez 1115 éve zajlik a magyarság ellen. És mi mégis itt vagyunk a Kárpát-medencébe, megfogyva bár, de törve nem, talán ismerősek a sorok. Itt vagyunk és kitartunk, hiszen nincs más lehetőségünk, az őseinktől ezt örököltük, az őseinktől ezt kaptuk osztályrészül, nem várhatjuk azt, hogy majd a jelenlegi hamis vezetők vezessenek ki minket ebből a válsághelyzetből, amibe kerültünk az évszázadok, az elmúlt évezred alatt, amióta Nyugat-Európa hóna alá csapott minket, és amióta vigyázó szárnyait vagy karjait fölöttünk tartja, hanem bizony magunknak kell kiverekednünk magunkat ebből a nagyon elkeserítő, szomorú és hát eléggé lejtmenetet idéző helyzetből. Én ehhez annyit tudok hozzáfűzni, hogy én magamat, hogyha definiálni kell, én mindig azt szoktam mondani, hogy egy egyszerű palóc paraszt gyereknek születtem,
De jelenleg a Magyarország Gyűlés a Nemzet templomának a szék sorait koptatom. És amikor én elkezdtem ezt az utat járni, akkor mindenki csak legyintett, és azt mondták, hogy ezt úgy sem lehet megcsinálni. Ezen úgy sem lehet változtatni. Te túl kicsi vagy ahhoz, hogy egyáltalán valaha is eljussál odáig, ahol már lehet ezekről a dolgokról beszélni. Köszönöm szépen, 35 évesen, 8 év gyors talpaló után, kistelepülési polgármesterből és képviselőből indulva, ma az országgyűlésnek remélem, hogy önök által is a minőségibb rétegéhez tartozó képviselő vagyok. És hát... Köszönöm szépen, hogy megelőlegezték nekem a bizalmat. Én azt szoktam mondani, hogy ez nem a cél volt, mert hát sokan kérdezik, hogy milyen a Magyar Országgyűlés képviselőinek lenni, és én mindig elmondom, hogy ez a beugró. Ez a beugró volt, hiszen nem ez volt a cél. Ez csak az eszköz annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat, és most, hogy már megvetettük a lábunkat a magyar parlamentben, most majd megpróbálunk kiteljesedni, megpróbálunk egy olyan tükröt, egy olyan szemléletet formálni, és tükröt felmutatni a magyar társadalomnak, hogy végre rájöjjenek a magyar emberek, hogyha nem megyünk nagyon vissza a történelemben, csak az elmúlt 33 év Krisztusi korát vizsgáljuk, akkor minket átvertek, csúnyán átejtettek, hiszen a módszerváltás, amit rendszerváltásnak hazudtak, az nem azt hozta el, amit ígértek. Az Európa Unióba való belépés, az szintén nem ugyanazt hozta el, amit ígértek, és az elmúlt 12 évnyi kormányzás, az megint csak nem azt hozta el, amit ígértek. És én azt gondolom, hogy egy idő után a magyar ember az ilyen földhöz ragadt, úgy látszik, a rosszban is kitart, de egy idő után remélem, hogy felnyílik most már a honfitársaink minél nagyobb rétegének és százalékának a szeme, és rájön arra, hogy itt egy szemfényvesztő politika zajlik, teljesen mindegy, hogy én melyik ujjamat mutatom önöknek, az ujjaim között van egy, ami közös. Hát az, hogy mindegyik erre a jobb kezemre nőtt rá, tehát teljesen mindegy, hogy a kicsit vagy a nagyot mutatom, a jobbat vagy a bal oldalt, láthatjuk, hogy egyik oldal sem a magyarság érdekeit szolgálta, nem a magyarság érdekeit képviselte. És hát hogyan merészelek én ilyet mondani egy jelenleg is regnáló, magát nemzeti, keresztény, konzervatívnak meghatározó kormány ellen? Hát nagyon egyszerűen. Egész egyszerűen azért, mert az elmúlt 12 évben, ami alatt elballagott egy komplett általános iskola, és ami alatt elballagott egy komplett középiskola, talán bőven lett volna lehetősége arra, hogy azt a vesztes tudatot, amit megpróbálnak belénk és a gyermekeinkbe súlykolni, azt végre győztes tudattá változtassa át, és végre megértesse a magyarokkal, hogy mi nem egy vesztes nemzet vagyunk. Hát ha a 10. századot nézzük, akkor a pozsonyi csata valamiért nincsen benne a tankönyvekben, ahogy hallhattuk. De melyik két csata van bent? Mert az Augsburgi és a Merseburgi, amiket elvesztettünk, de inkább mondjuk úgy, hogy egy csatában kaptunk egy enyhe kis pofont, azokat természetesen beleírták, és ezt próbálják belénk súlykolni. Majd jött az államalapításnak nevezett ezred forduló, ahol elmondtam herceg úr is, már nem kellett mit alapítani, mert már szilárd alapokon álltunk. De amióta mi elszegődtünk Nyugat-Európa irányába, amióta mi megpróbálunk a nyugatnak megfelelni, azóta mintha azt láthatnánk, hogy ezer éves balsors és csapások tömkelege kísér minket, hiszen valamiért soha nem érdekelnek a Nyugat-Európának, hogy mi valamiért kinőjük magunkat. Sőt, mi több. Az elmúlt évszázadokban láthattuk, ahogy számtalanszor cserben hagytak minket, láthattuk, ahogy a mongolok betörésénél minket próbáltak meg feláldozni, láthattuk, ahogy az oszmánok hódításai kapcsán minket toltak maguk előtt pajsként, és 150 évig hagyták, hogy minket sanyargasson az oszmán birodalom, amíg ők köszönik szépen, jól érezték magukat Bécs várának falai mögött. És hát mit láthattunk a modernkori történelemben? A modernkori történelemben azt láthattuk, hogy valahányszor ez a nép szabadságért kiáltott, valahányszor ez a nép megelégelte a rabigát és a nyugat által diktált szabályokat, akkor véresen elfojtotta a mi szabadságvágyunkat. És hát 100 évvel ezelőtt, egészen pontosan 102 évvel ezelőtt, pedig már esélyt sem hagyott arra, hogy újra talpra álljunk, és hogy újra
egyszer majd a szabadságunkért kiálljunk és azért harcoljunk, egész egyszerűen, mint egy fa darabot felszeleteltek minket, szétaprózták ezt a gyönyörű történelmi országot, a Kárpát-medencét, mert ezáltal akarták biztosítani azt, hogy mi soha többé ne találjuk meg magunkat, ne találjuk meg a saját hangunkat, és hogy soha többé ne tudjunk egy erős nemzetet alakítani, egy erős nemzetet képviselni. De van egy rossz hírem azoknak, akik ezen mesterkedtek több mint 1000 éve, és akik ezen mesterkednek jelenleg is. Igaz, most nem éppen összevont sereget küldenek ellenünk, hanem más módszerekkel, de a lényeg az ugyanaz lenne, a magyarokat végképp eltörölni. Láthatjuk, hogy a modern kornak milyen iszonyú csapásai vannak, és most itt nem is feltétlenül a keleti szomszédunkban dúló mesterséges Amerika és Oroszország között fennálló ukrán hadszíntéren zajló háborúra gondolok, nem is a déli határunkra, amit ostromolnak harmadik, negyedik világbeli olyan hordák, akiket gyakorlatilag be se tudunk azonosítani, nem tudjuk meg, hogy ők honnan jöttek egyáltalán, és miért vannak itt magyar földön. A legveszélyesebb dolog az most is csak nyugatról jön. Ugyanis a háborúnál és a migránsoknál is veszélyesebb az, ami nyugatról áramlik, ez pedig nem más, mint az a hibás, istentelen, életellenes ideológia, amit ők képviselnek. Ugyanis eljutottunk odáig a 21. századba, hogy minden fejlődik, láthatjuk, épül, szépül a főváros is, csak egy valami romlik, az emberek minősége. Az emberek minősége és ennek a Föld nevű bolygónak, elméletileg a legnemesebb élő lényeinek a minősége, hiszen láthatjuk, hogyan vetkőznek ki egyesek az emberi mi voltunkból. Láthatjuk, hogy hogyan támad ez a világ mindent, ami mindig szent volt és sérthetetlen, és hogyan próbál meg mindent piedesztára emelni, hogyan próbál meg mindent szentként tiszteltetni az emberekkel, ami régen abnormális volt, és ami régen nem volt elfogadott. Egy ilyen világban élünk, és természetesen mondhatjuk azt, hogy ez a világ már nem lesz jobb, de ahogy kezdtem a beszédemet, mondhatjuk azt is, hogy igenis jobb lesz, hiszen mi tesszük jobbá. Mi fogunk elindulni egy olyan úton, ami igenis ki fogja vezetni ezt a népet ebből a nagyon mély kátyúból, vagy inkább már szakadékból, amiben taszították az elmúlt évszázadok, vagy az elmúlt évezred. És ehhez nem kell más, csak nagyon erős hit, kitartás és akarat. Egy nagyon jó mondás, én nagyon szeretem, mindenki olyan erős, amilyen az akarata. Én az életben mindenhez így állok hozzá, én mindenben így próbálom meg elérni a célomat, és hát egyenlőre lekopogom, egyenlőre úgy néz ki, hogy ez sikerül is. Én mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy merítsen az olyan ősök példájából, akik a pozsonyi csatában megvédték ennek az országnak a becsületét, megvédték ennek a nemzetnek a földjét, és megvédték azt az elmúlt 1115 évet, aminek köszönhetően mi most itt állhatunk a hősök terén, ezen a csodálatos helyen. Merítsünk ebből erőt, és készüljünk fel mi is a saját ütközeteinkre. Lehet, hogy ezt már nem szabjával és íjjal fogjuk vívni, de hogy lesznek csatáink, az egészen biztos. Hiszen a világ átalakulóban van, és rajtunk áll, hogy engedünk a gonosznak teret, vagy megpróbáljuk most végre, valahára a jót majd győzelemre segíteni. Én ebben az utóbbiban hiszek, én ennek az utóbbinak drukkolok, és hát én mindig azt szoktam mondani, hogy amiről magunk nem mondunk le, az soha nincs még elveszítve. Ha mi hiszünk valamiben, ha mi kitartunk, akkor akár az még győzelemre is lehet ítélve. És hát ugye a legszebb dolog, ami talán az ellenállásunknak a vezér zászlaja lehet, az a legszebb magyar ellenállás, ugye bőséges gyermekáldás, szól egy nagyon ismert nemzeti zenekarnak is a frázisain. Én azt mondom mindig, hogy a legfontosabb, hogy legyen kinek átadni azt a harcosságot, legyen kinek átadni azt a tudást, azt az élettapasztalatot, amit mi elsajátítunk. Éppen ezért én megpróbáltam tudatosan tervezni az életem, és 31 évesen, amikor a szülinapomat betöltöttem, akkor nekem már a negyedik gyermekem volt, aki megszületett, és a negyedik gyermekemmel ajándékozott meg a feleségem, és a Jóisten. És hát, ha én esetleg el is buknék esetleg, mert a történelemben benne van ez is sajnos, akkor már négyen lesznek, akik felkapják a zászlót, és viszik utánam.
És ha minél többen gondolkodunk így, akkor minél több zászlóvivőnk lesz. És hát természetesen az új világ kihívásaira új megoldások kellenek, és hát a legalapvetőbb dolog, hogy a név kötelez, egy embernek a neve, az én úgy gondolom, hogy egész életen át elkíséri és fémjelzi azt az embert. És ha már ős magyarságról beszélünk, ha már pozsonyi csatáról beszélünk, ha már a gyökereinkhez történő visszatérésről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy én elindítottam egy kis kampányt ennek. Én elindítottam egy olyan kis kampányt, aminek az a lényege, hogy a magyar nevek jöjjenek újra divatba, hiszen bizonyára nagyon szép a Bennett, a Brandon vagy a William is a saját hazájában, de a mi hazánkban, ha már mondhatom így, és az én családomban, nálunk az ős magyar nevek azok, amik dívnak. Én éppen ezért úgy neveztem el a feleségem, vagy a gyerekeimet. Az első fiam, és talán itt az államalapításra tett megjegyzésemet így már jobban fogják érteni, az első szülött fiam értelemszerűen Koppány. Hát ő így is sikerült, ő egy igazán lázadó kis gyerkőc, 9 évesen is. Ő utána jött a kislányom, akinek ugye apuci egyszem szeme fénye és kincse, nem lehetett más a neve, mint Kincső. A harmadik fiam Mátyás nevét kellett volna, hogy viselje, mert a feleségem megdorgált, hogy ha már K-betűs az előző kettő, ne térjünk le erről a szokásról, és kicsit furcsa hangozható, hogy a mi hazánk alelnökének csak DK-s monogramú gyerekei vannak, de hát ez dobta a gép, nem ehhez a avit, idejét múlt politikai párthoz igazítottuk a gyerekeink elnevezését. Ha Mátyás nem is lett, azért a Corvin név az úgy gondoltam, hogy kijár, és a legkisebbnek már nem találtunk K-betűs nevet, így ő Koloskán nevet kapta. Azt gondolom, hogy ezekkel a nevekkel, talán amiről itt beszéltem önöknek, nem kell messzire menni, és önök is kitalálhatják majd, hogy ők milyen utat fognak járni. Én arra kérem önöket, hogy ezt az utat, ezt ne csak mi járjuk egyedül, önök is tegyék meg a saját életükbe azt, amit meg lehet tenni, amit a haza megkövetel, amit a jelenlegi problémák megkövetelnek, és amit az előttünk álló nehézségek fognak megkövetelni, azért, annak érdekében, hogy ez a nemzet, ez ne csak 1115 éves büszke dicsőséggel gondolhasson vissza a pozsonyi csatára, de legyen előttünk legalább a jövőben is 1115 év dicsőséges időszak és korszak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, győzelemre fel, ez a mi hazánk! Nevében, és mi másra kezdhetnénk mai műsorunkat, amely több részletbe kerül majd itt felvezetésre, mint a pozsonyi diadalról szóló dallal. Nem a csatát istenítjük, hanem azt a hősies, helytállás szilárd jellemet, amivel hőseink és őseink még rendelkeztek, tanuljunk tőlük. Tehát következzék a pozsonyi csata emlékdala, Friszár Mária egyik énekesünk szövegével. Be
Elvesztette három fiát. Sebzetten élte el Attila városát. Pilis hegye őrzi örök nyugalmát. Örökül hagyta a magyar hazát! Köszönjük György Lászlót, hallhattátok a végén, vagy a többiekre sor kerül, de mivel az időn kevés, a megengedett két dalból következik a következő dal. Most kicsit Mari megzavart, én tudom, hogy a vávetve következik.
Kéckita harcos története. Biztos hallottatok már meg Nyers Csaba a domborművein, gyönyörű domborművein a két szkita harcos, akik egymásnak háttal állnak. Ez nem azért lett így megörökítve, mert ők haragudtak volna egymásra, hanem épp ellenkezőleg. Vértestvérekké váltak, egy pohár borba öntötték, mindketten cseppentettek a vérükből, és így megfogadták, hogy jóban, rosszban, békében, háborúban kitartanak egymás mellett egész életükben. És a legenda két szkita harcosról szól, Dandamis és Amizokról, mikor ők ugyanígy vértestvérek voltak, és Dandamiszt elfogta az ellenséges perzsa sereg, és ahogy ezt meghallotta Amizok, rögtön jelentkezett az ellenséges perzsa vezérnél, megkérdezvén, mit kérsz a társam életéért cserébe, a váltársam életéért cserébe. Gondolta a perzsa vezér, hogy mond egy nagyot, azt mondta, te szemed világát. Gondolkodás nélkül teljesítette, kiválta a saját szemét Amizok, és így a megvakított Amizokot a kiszabadított társa Dandamis vitte át a hátán a vadfolyón a saját táborukba. Nem volt hiába való viszont ez a véráldozat, ez a csodálatos áldozat, ugyanis elgondolkodott az ellenséges vezér, hogyha két szkíta harcos ekkora vitézségre képes ilyen tettekre, akkor mi történne, egy egész sereggel kerülnének szembe, így aztán harc nélkül eltakarodtak a szkíták az őseink földjéről. Egyébként is jellemző Attilára is, akit barbárnak tartottak, hogy a lába előtt hevert Konstantinápoly, Bizánc, a pápa, mindenki, és nem élt vissza ezzel, és a legtöbb csatában mindig a két ellenséges vitéz, a legvitézebb harcost állította ki egymással szembe, így komoly véráldozat nélkül eldőlt nagyon sok csata. Úgyhogy ennyit a barbár őseinkről. Következzék a Válvetve című dal, amely az előbbi történetet örökíti meg. Élni mi dicsőség.
hova mész? Válvetve élni még dicsőség. Áldjon az ég mindörökké. Dicsőség, áldjon az ég mindörökké mindannyiunkat. Köszönjük szépen, még visszajövünk. Áldás! Hát gratulálok, hát ez dal, ez igen, ez dal. Most pedig dr. Pócs Alfrédot kérném meg, hogy szóljon egy pár szót, illetve amennyit akar, annyit. Egri Unfokos Szövetség elnöke, és hát még mások minden is. Úgyhogy hallgassátok tiszt szeretettel. Hoppá! Szeretettel köszöntök mindenkit. Egri Unfokos Szövetségtől mi is már 2003 óta létezünk, és azóta tesszük a dolgunkat, például 2007-ben Szeged mellett olajkutat foglaltunk, stb. A Szent Korona nevében először Magyarországon egy ilyen létesítményt, aminek a szakrális hatása az volt, hogy azóta se tudják működtetni a kutat. Másnap esett a részvénye a kanadai cégnek, aki csinálta, tehát érdemes ilyeneket csinálni. Egerbe vizet foglaltunk, mert el akarták adni a Szent József forrást kínaiaknak, azóta se nyúltak hozzá, az is működik. Tehát érdemes összejönni, áldás, és szakrális dolgokat áldás, csinálni. Áldás. Így van. Csak egy gondolat még, amit Szecsei Miklós barátom most mutatta nekem a képeket, és megdöbbentett, és nagyon örülök neki, hogy elindult valami. Ugye a Galveston, Georgia államban, ma hajnalban fölrobbantásra került. Én úgy gondolom, hogy oroszok egy kis kis oda küldtek ilyen drónt, és arról kicsit lejtettek valamit, hogy egy kicsit élezzék itt a helyzetet, hogy oda is lehet valamit csinálni. Erről tudni kell azt, hogy 1980 óta, mióta megépítették, rá van írva, hogy a Föld lakosságát 500 millióra kell redukálni, tehát ki kell írtani 7,5 milliárd ember büntetlenül 1980 óta rajta volt. Jó. Tehát jó hírrel kezdtem, hogy folytassam is ugye tovább. A pozsonyi csatáról belőtt eljöttem, fölütöttem, megvan a 10 kötetes könyvem, amit 1895-ben adtak ki a Millennium tiszteletére, Magyar Nemzet története címen, hogy vajon mit ír erről. És tulajdonképpen csak annyit ír, hogy ami végül is igaz, hogy a magyar krónikákban erről igazán nem esik szó, csak későbbi időkben van legelső magyar írásos dokumentum, a 13. században Anonymusról van. És ugyanígy külföldön is, tehát kevés ősi krónika maradt, például a Freisingi naptár, amiben például csak annyi van, hogy osztrák területtől keletre történt a csata, tehát a pozsonyi csata megnevezés mind később alakul ki,
Ezeknek az igazi irodalma a 12.-13. században jelenik meg nyugaton is, de ugye el kell fogadnunk ezeket, mert ha ki, még a 13. században emlékeztetnek arra, hogy mi történt 907-ben, jobban, mint mi most. Ugye sose hittem el, hogyha például Egerről is azt mondják, hogy 1525-ben van Eger városának az első írásos dokumentum, akkor attól létezik. Nem igaz. Eger város is olyan, hogy a városon belül megvan a kőkorszaki lelőhely, a bronzkorszaki, korasz, prészkita, szkítakori temető, minden van Eger környékén, tehát folyamatosan lakott, ezeket föl lehet tárni, és nem lehet ilyenhez kötni. Nem beszélve arról, hogy ugye ez az irodalom a későbbi kutatásokról és a késői eredményeket összetéve jött ki, hogy a pozsonyi csata valóban hogy zajlott, magyar forrásból csak Anonymous-tól tudunk egyáltalán erről, de a külföldi forrásokból össze lehet lakni, és át lehet venni. A külföldi ilyen pozitívnak tünteti fel a magyarokat, és ilyen a csatában, hogy így győztünk, és ilyen nagy vereségeket elismeri, hát akkor ezt csak pozitívnak kell értékelni, és tényleg foglalkozni vele, tanítani kéne. És idéznék egy idézetet. Igába hajtani a nyakunkat annyit jelent, mint meghalni. Ez egy régi hun írásban maradt meg. És ezen gondolkozzunk el, hogy ma ez történik velünk itt Magyarországon is, hogy igába hajtjuk a felünket, és gyakorlatilag megvagyunk halva. A média segítségével elveszik az emberek tiszta látását, gondolkodását, és így az életünket, ez nem nevezhető életnek, ami itt van. Tehát naponta megsanyargatnak bennünket, nem engedik a gyökereinket, nem engedik a történelmet. Látjuk, ez az idézett könyv, ez a történelemkönyv, ez a 10 kötetes könyv, szándékosan idegenek írták és megmódosították a történelmünket. Az a baj, hogy én úgy látom, hogy minden év, minden dokumentumot újra kell értékelni és újra kell írni, hiszen nem magyar szívű, idegen szívű emberek írták a magyar történelmet. Még egy gondolat lenne, hogy ugye a honfoglaláshoz én is azt mondom, hogy senki ne használja többet ezt a szót. Ez hon visszatérés, tehát másnak nem tudjuk nevezni, hiszen László Gyula, amikor meghalt, ő már úgy mondta, hogy a 17. honfoglalásnál járt. Tehát szerinte 17-szer legalább jöttünk erre. Tehát ez egy pulzáló életmód. Keletről visszajövünk az eredeti szülőhelyre. Nem akarom részletezni, de innen a kőkorszakba, ugye a gravetti korba és a alföldi vonalas kerámia idején vándoroltak emberek több 100 000 mennyiségű a Kárpát-medencéből északra, keletre, nyugatra, mindenhova. És ezek köszönnek vissza, és ezek jönnek vissza. Ez egy óriási mennyiségű kivándorlást jelent. Tehát, ha úgy nézem, hogyha 100 000 fő kimegy, mert ha a magyar lakosságot, amikor volt ugye a Szeminó vizsgálat 2000-ben, visszavezették a teljes férfilagosságot 4 ősapára, gondoljuk el 4 ősapára, ha most kimegy 100 000 kőkorszaki ember, az milliárdos szaporaságot jelent. Tehát a Földön nagyon sok rokonunk van, ezt várjuk, hogy majd ez igazolódik, és akkor újra békesség lesz a Földön, de ezt csak akkor tudjuk, ha a genetikai vizsgálatok is elindulnak úgy, ahogy kellenek. Mert egyelőre még a Magyarság Kutató Intézet csak a honfoglaláskorig jutott, annál régebbieket nem vizsgált, tehát kőkorszakikat kéne, és onnan kéne visszakövetkeztetni a modellre, és megnézni, hogy mióta lakik itt a Kárpát közösség a Kárpát-medencében. Még egy idézetet mondanék, hogy a kínaiak mondták a hunokról, hogy inkább cselekszenek, mint beszélnek. Ezt azért mondom, hogy aki itt ül hallja, az most már fogja cselekvésre, mert az egész történelmünk, az egész helyzetünk olyan, hogy meg kell, hogy változzunk, és nekünk kell megváltoztatni. Tehát én most is érzem ebbe a rosszba is, hogy benne van a jó, de a jó Isten a jót csak rajtunk keresztül tudja megvalósítani. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki szívlelje meg, és cselekvő szeretetben éljen. A hunokat azért idéztem, mert ugye a honfoglaláskori sírokat, amit elemeztek most a Magyarság Kutatóintézet Szegedi Genetikai Laboratóriumja, ne paráckijék, ez egy fontos adat, honfoglaláskor a lakosság 5-10%-a jött be, 95%-a itt élt a Kárpát-medencébe. Ez a parasság, az a tiszta, nagyon régi kultúra megőrző réteg, tehát azt mindenkinek most már tudni kell.
És a hunok azért fontosak, mert a genetikai állományban, a honfoglaláskori genetikai állományban a legnagyobb genetikai csoport az a hunságnak a 30-40%-os genetikáját lehet, ami behúzódik egészen Közép-Ázsiába, ide Európa területére, tehát a hun, magyar, stb. A Árpádékkal bevonult csapatok, azok is hun eredetűek voltak. Egy érdekesség ugye, hogy a vezérség, ha már a lovakat nézem, Akhalteke, ismerős ez a név, igaz? A világ legcsodálatosabb lova, Türkmenisztánban van az ősi lovak, ott található, a mesébe lévő aranyszőrű ló itt látható ezek között, de ezek között van még piros és kék színű ló is, mert annyira vékony a bőre a hátán, és annyira erezett, hogy áttűnik a vér és pirosítja, kékítheti, ilyen kék színű lovat is láttam már, az a vénás vértől volt ilyen. Ezt csak azért mondom el, hogy az lenne az ideális, ha most ide Lóhától jöttem volna, és Lóhátról beszélnék, hiszen a hunok, a magyarok, a férfiak mindent igyekeztek Lóhátról csinálni, nem szálltak le a lóról, akár beszélgetés, akár étkezés, akármi volt, csak ha muszáj volt, annyira hozzánőttek a lóhoz. Tehát legközelebb majd egy olyat kell hívni, aki Lóhától jön ide, és majd Lóháton fogja megtartani. Most gondolatokat mondok, ami eszembe jutott, hogy mikor ide jöttem. A másik az ellenség szó. Ki az ellenség? Milyen egyszerű volt abban az időben ugye Árpádéknak? Följön az ellenség, ugye pontosan tudták követni. Nem nagyon beszélünk róla, de már akkor megvolt a Kárpát-medencének ugye a védő hálózata, és a megfigyelték, természeti akadályokat építettek fel. Tehát mire beértek Pozsony területi ezek a csapatok, már erősen meg voltak tizedelve, nyugtalanítókek, nem tudtak aludni, nem tudtak, hogy hívják volni. Tehát nagyon okosan csinálták a magyarok, és az ellenség látható volt. De mi van ma? Ma van egy kiszolgáltó réteg, vannak a multicégek, a bankok. Tehát ezek az ellenségek, ezért nem tudunk velük egy egyszerű harcot lebonyolítani, ezért vagyunk állandóan rossz helyzetben, mert bejöttek a Kárpát-medencébe, bejöttek Magyarországra, átvették itt a pénzhatalmat, mammont szolgálják, és egy gonosz sátán isten telepedett itt a Magyarországra is. Ezt tudnunk kell, hogy ezekkel kell fölvenni. Ezekkel is lehet pici harcokat fölvenni, nem használom a bankot, nem használom a kártyát, készpénzt csinálok, mert most el akarják venni a készpénzt, és digitális pénzt akarnak, és megkezdték a magánvagyon felszámolását is. Ezt most már mindenki láthatja, olyan rendeleteket hoznak, amivel ezeket föl lehet számolni. Csak egy példát mondok, most épp a feleségem mondta, hogy a könyvelő mondta, hogy majd a közműdíjakat csak az én lakásom, ahol lakom, ott lehet normál szinten. Ha már van egy másik lakásom, amit kiadok, azt tervezik, hogy azt viszont ipari szinten, mintha üzem lenne, stb. Úgy kell fizetni. Tehát megemeli a költségeket, nem tudja megtartani az ember, el kell adni, és évek alatt így akarják elszedni mindenkitől a vagyon. Nagyon vigyázzunk. A másik, hogy ki az, aki életét adná ezért az országért most? Hát én úgy gondolom, ahhoz meg kéne valósítani a Szent Korona országát, a Szent Koronatant és a történelmi alkotmányt bevezetni, és akkor mi is bátran mernénk az életünket adni, de ezért kell sok mindent csinálni. Ugye nézzük meg azért, Árpád meghalt, Üllő, Tarhos, Jutas, a fiai meghaltak. Mondjunk még ilyet, aki ennyi családi áldozatot hozott valamiért. Ezért Árpádra mindig büszkén kell visszaemlékeznünk, ő legyen a példamutató, és ne legyünk gyávák mi is, és ha eljön az áldozat ideje, akkor igenis hozzuk meg, mert az igazságért, ha kell, meg kell halni. Nemrég jártam Oroszországba, keddel jöttem haza, majd arról is mesélek egy pár szót, és ott Petőfi után nyomoztunk, és Petőfi ugye ott volt eltemetve Barguzinba, Bajkátó mellett, Buriát országban. És azért szólok most is egy szót, mert én nem fogom hagyni, szervezkedni fogok a Magyarok Világszövetsége nevében is, hiszen a Magyarok Világszövetsége is kitűzte. 2003. január 1-én lesz ugye a 200. évfordulója, hogy megszületett Petőfi. És nem szabad hagyni, hogy a csontjai temetetlenül egy sportszatyorban, Németországban, egy kolostorban vannak most is. Egy ilyen ember,
aki mint Árpád képes a hazáért meghalni, képes bármit megtenni, a legcsodálatosabbat, hazaszerető verseket írt, nem szabad hagynunk, hogy temetetlenül maradjon. Majd erről tájékoztatunk mindenkit, kérek, hogy mindenki csatlakozzon hozzá, mert ez nagyon fontos. Nekünk Petőfi minden. Ott élt 7 évig még Szibériába, összejöttem egy énekesnővel, tanárnővel, aki zeneszerző, és egy nagyon szép operát szerzett a Púriát hős királyról, és nekem Petőfi versek megzenésített énekét énekelte. Ugyanis ott annyira benne van a köztudatban, hogy a kultúrában is benne van, hogy Petőfi ott írt verseket, színdarabokat rendezett, stb. 7 évig még élt. Összejöttem egy hölgyel, aki azt mondja, hogy a férje Petőfi leszármazottnak, Petőfi leszármazott. Több mint 100 Petőfi leszármazott van. Petőfinek volt egy felesége, és volt még egy barátnője, akivel megismerkedett később, mert elkerült más területre. És ezen a két ágon több mint 100 szaporodás van a Petőfi vonalon. Tehát ezeket is mind, és nem tanítjuk itt, visszatérünk a Tudományos Akadémiára, nevetséges. Ha fölmegyek az orosz hivatalos honlapokra, világosan le van írva bármilyen minisztériumnak a honlapján, hogy Petőfi ott volt Szibériában, a 48-as szabadságharc után kivitték. Tehát ezt azért tartom fontosnak megemlíteni. És azon is sokat gondolkoztam, hogy mi segített nekik elsőre rögtön a pozsonyi csatában magyaroknak. Rögtön arra gondoltam, hogy a jó Isten, nem lehet mást mondani. Nekünk jó Istenünk van, nem rossz Istenünk, jó Istenünk van. Nem olyan, mint mondjuk az Ószövetségben szerepel Isten, mert az a gonosz, az a Jahve tulajdonképpen a sátánnak a megtele, vagy a megfelelője szerintem. Ugye, ahogy mondja is magáról, hogy Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, ő pedig azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Hát látjuk a kettő között az óriási különbséget. Tehát mi segített nekik? Tudjuk róla például, hogy a bajor csapatok, a szászok Enns városába, Enns folyó mellett, Enns várába gyűltek össze, mielőtt megindították a csapatokat Magyarország felé, és le van írva az osztrák forrásokba, hogy 3 napig imádkoztak, misét hallgattak, stb. Késültek. Tehát az Isten kérték, hogy sikerüljön a csata. De melyik félnek sikerült a csata? Ahol a jó Isten volt. Tehát ebbe bízzunk, hogy nekünk egy jó Istenünk volt, és ő segítette ezt a 40 ezer embert a 300-as túlerővel szemben. A másik, ami nagyon fontos, a hazaszeretet. Nekik még volt hazaszeretetük. Hiszen ahogy mondtam, hogy a Kárpát-medencében 10 000, 20 000, 100 000 éve, vagy 100 000 évek, vagy millió éve, hiszen vannak ősi leleteink, a Samu, ugye például az 800 000 éves lelet itt, ami kommunikációra, beszédre képes volt a Kárpát-medencében, tehát akár 800 000 éve is élhetünk itt. Ezért ismerjük ezt a hazaszeretet is, és ezért tudták megverni ugye a gyepű rendszerbe, mert mindent ismertik, mint a tenyereket, hiszen 10 000 évek vagy 100 000 évek óta itt laktunk, tehát ezért neki könnyű volt az ellenséget becsalni olyan területekre, vagy tudni kihasználni azokat a természeti rendelet. És ugye a hazaszeretet és a gyökerek, na ma ez marad el, ezt kell a fiataloknak terjeszteni, a történelmünket, mindent, hogy a gyökereket erősítsük. Ha gyökerek erősek, erős a hitünk, és nem lehet velünk akármit megcsinálni. És más volt a rendszer, ugye a férfi férfi volt, a nő nő volt, ma meg ugye látjuk, hogy mi van, semleges, nem, mit tudom én, már 100 fölött van a nemek meghatározása. Ugye, tehát ez is nagyon fontos. Mind a kettőre szükség van. Nálunk nem lehet azt mondani, hogy a magyarság megkülönbözteti a nőt, mint az ószövetségi alapon fölépülő rendszerek, királyságok, stb. Mert nálunk az van, hogy feleség, tehát a két fél, a férfinő az egy, és csak akkor válik cselekvő képessé, ha a másik fele is megvan. Ajánlom mindenkinek, én is, ahogy előttem is elhangzott, nagyon fontos a szaporodás, tehát házasság, ugye csak Magyarországon van eskütétel, sehol a világon a házas felek nem esküsznek meg, csak nálunk, ugye a keresztel. De hát ezt is tudjuk, hogy Jézus Krisztus is a szkíta kereszténységnek a folytatója, de ezt most nem mesélem el itt, majd legközelebb. És hova kell eljutnunk, hogy minden beteljesedjen? Én úgy gondolom, hogy el kell jönni a Szent Korona országának, a Szent Koronatannak, és hogy királyság, nem királyság, ha királyság lesz,
akkor nem kell most rögtön királyt választani, hanem tegyük meg a szűzanyát a Magyarország királynőjének. Lengyelország nem lég fölesküdött, az ő királya Jézus Krisztusra föleskedte az államot, nálunk pedig a szűzanyára királyságot megvalósítva tudjuk ezt megcsinálni, de tudnunk kell, hogy van egy nemzeti kormányunk, ami nem ismeri el azt se, hogy Szent István fölajánlotta a koronát a szűzanyának. Nem ismeri el. Miért nem ismeri el? Mert a Szent Koronáról most is azt mondja, hogy nem lehetett Szent István fején. Minden könyvben, minden múzeumban, mindenhol ez van leírva a mai napig. Ha Szent Korona mellett bárki megkézdett a Szent Korona őrket, vagy bárki, aki ott van, ezt mondják. Ezzel azt mondják ki, hogy nem lehet szűzanyország, Magyarország nem Szent Ország. Ezt képviseli a nemzeti kormányunk. Ezt meg kell változtatni, és el kell hozni azt, és nem kell gondolkozni, hogy ki legyen a király. Legyen a király a szűzanya is, ha találunk egy alkalmas embert, aki nagyon jó, majd átveszi a földi királyságot, és utána működik minden. Ugye a másik nagyon fontos kérdés, ami eszembe jutott, szó a nép. A nép, nap, ez a kettő szó ugyanaz. Tehát annyit jelent, hogy mind a kettő ugyanannyit jelent, hiszen a mással hangzók határozzák meg egy szónak a jelentését. Tehát a magyar nép az a nap népe. A japán mondja, hogy ők a nap fiai. Nekünk nem kell mondanunk, mert nekünk benne van a két szavunkban, nap és nép. Mi a nap népe vagyunk. Ugye régen milyen szép szavakat használtak, népfenség. Igen, és ezeket ma relativizáljuk, és a mai kormányunk, a mai politikai diktatúrák, amik váltakoznak itt Magyarországon, a népet akarják írtani. Ezért kell nagyon odafigyelni, a népre nagy szükség van. Ugye az ideglenes alkotmányban is az volt kiírva, hogy majd a nép meghatározza, hogy hoz egy végleges alkotmányt, és hogy milyen irányba megy majd Magyarország. Úgyhogy a nép az Isten adta nép. Tehát így kéne kezelni a népet. Most minden magyar számít, minden magyar egyforma. Nem hagyhatjuk, hogy meghaljanak az emberek. Ugye itt az infláció 30-40%. Most voltam Oroszországban, Buriátiában. Nehéz volt oda menni, mert Budapest járat nem volt Moszkvába. Le kellett menni Isztambulba, Isztambulba átmenni Kirgiziába, Biskekbe, és onnan átmenni Novoszibirszkbe, és úgy eljutni Ulan-Udébe. De nem volt semmi, nincs semmiféle lezárás. A határon nincs egy emberrel több, semmi katona, az égvilágon semmi jele nincs annak, hogy Oroszország háborúban áll ezen a területen. Nézzük meg, mi van Magyarországon. Vészhelyzet. Vészhelyzet kimondva, rendkívüli intézkedések, kormányzati határozatokkal, nem kellenek törvények, nem kell semmi. És elindították a mesterséges inflációt. Amikor a legkisebb rokkantsági segély ma is 23 ezer forint. Ha megemelik duplájára az étel árát, mi lesz ezekkel az emberekkel? Az uzsora, a devizahitelesek, ezekről is beszélhetnénk. Nem beszélve ugye arról, hogy tovább viszik ezt a járványkérdést is. Nem fognak megállni ebben sem. Úgyhogy Oroszországba úgy kerültem, tehát azért voltam, mert meghívtak bennünket, ugyanis létrehoztak egy konferenciát, Hunvárosok Eurázsiai Szövetségét hozták létre. Így tagja lettünk mi is ennek. Oroszországból a minden ország, aki a régi országok voltak, azok voltak képviselői, Kirgiziából is voltak, Kazasztánból, stb. Magyarországot és Európát én képviseltem egyedül, úgyhogy nagyon jó volt abban lenni. Ilyen viseletben voltam. Ajánlom mindenkinek a viselet hordását, mert visszafelé is például Isztambulba megálltam a reptéren, mert meg kellett válni a budapesti járatot, és oda jön például három amerikai hölgy, fiatal, 30 évesek. Elkezdünk beszélgetni, és kiderül, hogy három orvos, két sebész és egy belgyógyász. Az egyik iraki származású, másik olasz, a harmadik német származású, és csodálkoztak, csodálatosan el lehetett beszélni, magyaráztam a magyar történelmről, megmagyaráztam ezt a csizmát. Ez a csizma, amit látható nálam, ez 4600 éve van a magyar, a Kárpát-medencében, a Zok kultúrában. Egy gyerek méretű, ugyanilyen csizmát találtak agyagból, ugyanez a kerek minta, ugyanúgy feláll az orra. Tehát mi 4600 éve viselünk csizmát. Mi volt a görög-római kultúrára, mi volt a lábukon? Vagy semmi, vagy sarú, vagy rongyal bebugolálva. Tehát ezekre visszatérve, tehát
Oroszország fontos volt, Oroszország támogatja ezeket a hunvárosokat, szövetségét. Azt kell elérni, hogy ez az ószövetségi alapú mammon diktálta diktatúra, ami a világot a globalizáció néven beszűkíti, ezt lecserélni egy huniszkíta alapú népek uralmára. Milliárd huniszkíta van, Indiát meg mindent, ha megnézem, vagy Kínát, mert Kína is tele van hunokkal, India tele van hunokkal, az induszkítákkal, stb. Ezeket összeveszem, tehát milliárdos népek vagyunk, nekünk kell átvenni, gondolkozni kell, hogy csatlakozni kell ahhoz a szövetséghez, ahol Ázsiába, stb. Ezek összejönnek, ez lesz a megoldás, mi maradhatunk ütköző zóna is kelet-nyugat között, de ne szolgáljuk ki nyugatot. Tehát ezt be kell fejezni. Most legutóbb egy amerikai képviselő szólalt meg, hogy Amerika lépjen ki a NATO-ból. Javaslom mindenkinek, itt volt a mi hazánk is, tessék felszólalni a parlamentben, Magyarország lépjen ki a NATO-ból, ne legyen egy katona se rajtunk, békesség legyen, terület, ha kell, lépjünk ki az EU-ból is, hiszen 25%-a szavazta meg az EU-t. Miféle demokrácia, hogy 25%-a szavazóknak elég ahhoz, hogy belépjek valahova? Rákényszerítsem a többségre a kisebbséget. Keményen föl kell lépni, keményen, mert nem fog változni semmi. Jó, csak egy gondolatot, hogy el kell indítani a hadipart is. Ugye Németország, Japán is elkezdte megemelte duplájára a hadi kiadásokat. Ez nagyon pozitív dolog, ne legyen negatív, mert így tud önálló lenni. Amerikai támaszpontok 23-ban Németországban megszállás alatt áll. Ha kiépíti ezt a hadipart, meg nehezen függetlenné válhat ez a függetlenség jele. Hogy milyen hadipar volt a pozsonyi csata idején? Hát gondoljuk el, hogy egy kis csapatnak, ennek a csapatnak legalább 1000 tonnát nyomott a fegyverzetük, a láncsák, a vasak, a kardok, a vasak, stb. Legalább 10 000 tonna volt az élelmiszer, a porított hús, a porított élelmiszer, amit használtak, azért tudtak menni kalandozni, mert a húsleves ott volt, beleszólták a port, csináltak egy kis melegvizet, és megették a húslevest bárhol, kis kondér is volt itt az oldalakon, a lovokon. Tehát ilyen mennyiségű, micsoda hadiipar volt abban az időben, ha tonna számra lehetett vasat előállítani. Ugye a nyílból, íjból legalább 10 millió. Gondoljuk el, mennyi bőrből több 100 000 kilométer hosszú szíjakat állítottak elő. Csak ennek a hadseregnek, ennek a 40 000 fős hadseregnek, aki megverte ugye a nyugati hadsereget. Micsoda üzemek voltak, vissza kell térnünk, lóból legalább 1 000 000 volt, nagyon jól hangzott el, hogy egész Európában nem volt annyi ló, mint ami itt volt ezen a területen. Úgyhogy ezt szerettem volna mondani, még azt mondanám el, hogy Molnár V. Józsi bácsi mondása jut mindig eszembe, és azt mondom el most is, hogy a jelenlegi nemzeti kormányok, amik váltják itt egymást, vagy ezek a kormányok, amik vannak, ezek azok abban különböznek más kormányoktól, hogy nemzeti színű ekével szántanak a hátunkon. Ezt ne felejtsük el. Ugye Árpád csontjai sajnos ugye eltűntek. Ha meglennének, rögtön be tudnánk azonosítani, mert most már a Magyarság kutató harmadik Béla csontvázán keresztül eljutottunk ahhoz a genetikai állományhoz, ami az Árpádházi királyainknak volt. De az Árpádházat említem, akkor rögtön a Turul dinasztiára kell gondolni, hiszen a Turul dinasztia leszármazottja az Árpádház, akkor bejön Attila. Ha Attila megjön, akkor pedig Nimródra kell gondolni, mert őtől leszármazott, ezt írják Attila. Attila Nimród leszármazott. Ha meg bejön Nimród, akkor rögtön Noéra, hiszen ő a Kám Kus Nimródágon leszármazott. Tehát nekünk ez vissza kell menni. Itt mindenkibe, akit magyar leszámozott, a génjét nézünk, egy ilyen picike gén mondjuk Noéból is van, vagy Nimródból is van, hiszen a génállomány annyira megőrzi bármilyen találkozás más génekkel, hogy vissza lehet következtetni, hogy hol jártunk, milyen helyeken. Most úgy állapodt meg a magyarság kutató, csak elmondom, hogy minél többen tudják, hogy Afganisztán területére vezethető vissza a harmadik Béla génállománya. És ugye most ezen gondolkoznak, hogy miért. Ez nagyon egyszerű. Ugye Nimród, amikor összeomlik a Bábel tornya, akkor elhagyja ezt a területet, és az Alapfélszigeten keresztül átvonul Afganisztán területére, és ott megalapítja Baktriát és Balk városát, megírja az Avesztának elsőt, ami később Zendavesztán, Zaratuszta írja meg. Tehát ott van,
És ezek a területen az megint föl is tűnik, hogy utána a környező államokban, Mongóliában, mindenhol ugyanez a gélállomány volt akkor. Például csak egy érdekesség, vagy négy tetemet kiásnak Mongóliába francia régészek, és beküldik a nemzetközi anyagba a teljes génállományt, amit megcsinálnak, egy teljes genom szekvenciát. És kire hasonlít leginkább ez a négy Mongóliában talált? Harmadik Bélára, az egész világon. Nem érdekes? Azért érdekes, tehát ezeket így kell venni, jó? Én úgy gondolom, hogy amit korábban meghirdettük, azért megemlítem itt ezt a sorsfordító nemzetgyűlést, én még mindig komolyan tartom és komolyan veszem, hogy komolyan kéne gondolni. Sorsfordító nemzetgyűlés kötője, sorsfordító kötője nemzetgyűlés.hu-t menjenek fel és írjuk alá. Ha összegyűlik 100 000 aláírás, akkor meg tudunk lépni egy olyan dolgot, ami esetleg egy nagyon komoly változást okoz. És a végén azzal zárom egy Jézus idézettel. Lélek szerint éljetek, ha lélek vezet, nem vagytok a törvény alá rendelve. Tehát ez annyit jelent, hogy ezek a törvények, amik ma vannak, ezek az ördög törvényei, látjuk mindenhol, Magyarországon is, ezek nem krisztusi, nem isteni törvények. Tehát ha valaki megszegi és az is krisztusi törvényekért kiáll és azzal áll föl, akkor az teljesen védett ilyen szempontból Isten előtt. Jó? Cselekedjünk. Köszönöm. Elnézést ezért a kis közjátékért. Ha már egyszer szóba kerültek itt Árpád csontjai, akkor én elmondom, amit tudok. Nem akartam az előadásomban hosszan, mert ez nekem egy 2,5 órás előadás, amit én tudok erről az egészről. Természetesen én utána jártam ezeknek a dolgoknak, és Sassai Sándor, aki megtalálta 41. október 12-én, 58-ban meghalt. Így természetesen én őt nem ismerhettem. Nem ismerhettem, koromnál fogva át, hogy felébe akkor nem is voltam. A lényeg az, hogy viszont ismertem azokat az öregeket, ők az ő munkásságát támogatták, nem csak támogatták, segítettek neki az ásatásoknál, stb. És én azokkal az emberekkel beszéltem, és nekem az volt az érzésem, hogy ezek az emberek, volt, hogy egymással is összevesztek ezek az öregek, stb., de mintha kötöttek volna valamikor egy védés dacszövetséget, hogy lesznek bizonyos dolgok, amikről ők nem beszélnek. Nem beszélnek. Mert amikor kezdtem a dolgok mélyébe belemenni, akkor furcsa válaszokat kaptam, ilyeneket. Jobb, ha nem tudsz róla. Jobb, ha nem tudok róla. Meg még nincs itt az ideje. Elképzelhető, hogy nincs itt az ideje. Tehát az volt az érzésem, hogy nem adták le az igazi csontokat. Adtak le csontokat, mert le kellett adni. Minden, ami a Földön, az a magyar állam tulajdona, mint tudjuk, de nem lettek leadva a csontok, hogy hol vannak. Hát én is adtam volna le, megmondom őszintén, kiknek, ezeknek leadni. Még egy dolog,
Állítólag a hivatalosok szerint ők az a csontokat 53-ba átcímkézték, és elszállították ismeretlen helyre. 55-be Sashegyi ment érdeklődni a csontok után, és azt hazudták neki, hogy 45-be bombatámadás érte, nem érte, de ezt hazudják, a múzeumot, ahol is bennégtek a csontok. Tehát valahol megvannak. Nem tudom, hogy mikor kerülnek elő, vagy ki által, mert erről csak az öreget tudnak, és nem mondták meg nekem se. De ennyit kiegészítésképpen ezekről, hogy csont, hogy van, de nem is az a lényeg, hogy a lelkünkbe él. Tudjuk, hol találta meg Sashegyi, és ezért minden évben oda menetrendszerűen kizarándokolunk. Hát többször ki szoktunk menni, hát sokan azért voltak velem a holdvilágárokba. Igen, az egy külön világ. A Pirisen belül ugye Dobogókő a szakrális beavatás központja, a holdvilágárok meg a szellemvilág központja. Az ősök szelleme van ott. Úgyhogy így gondoljunk rá. Erről írok a könyvembe is, ugye meg képekkel, meg egyebekkel. Most pedig akkor Szecsény Miklóst kérném, hogy akkor ő szóljon egy pár szót, és akkor utána maradjatok, mert következik a zenekar is, és utána ne felejtsük el, hogy 7 kanyar, ott az emlékmű körül, ahol szoktuk minden évben, 7-szer körbejárjuk, jó? 7-szer, ne menjetek el. Köszöntelek benneteket nagy szeretettel, illetve mindenkinek jó estét, mert már följutották a világítást, tehát ez már estét jelez. Mit tudok én ezután mondani? Egy ilyen alkalommal, amire itt vagyunk, és akkor azt kell mondjam, hogy ha ránézek arra a szoborcsoportra, és ott Árpádra, akkor mi jut eszembe ma? Az, hogy 2022-ben ugyanaz a problémája a magyar népnek, a magyarságnak, mint akkor volt, hogy ma Nyugat-Európával szemben állunk, és az USA-val. Kérdezem én, hogy ez a maradék nép föl tudja venni ezt a harcot, mert annak idején Árpád ezt fölvette. Megmondom őszintén, ma reménytelen lenne, annál az egyszerű oknál fogva, hogy ezt a népet sikeresen összeugrasztották, sikeresen feldarabolták, nagyon sikeresen szembe tudják állítani, és az, ami a magyarságnak a legnagyobb erénye lenne, hogy össze tudjon fogni, hisz az őseink, Hunszkéta őseink óriási területeket fogtak össze, és ha megnézi bárki azokat a térképeket, el se lehetett volna képzelni, hogy azt lehet koordinálni, ha nincs összhang, nincs fegyelem, nincs benne összefogás, nincs benne egy irány. És pedig ott is egy vezetőség volt. Nem tudom, hogy mikor jutunk el arra a szintre. Nem tudom, hogy mikor fogjuk tudni megérteni azt, hogy Árpádék 907-ben letettek egy névjegyet. Ezt a névjegyet keresi az az ember, aki keressük azt az embert, aki fölveheti Árpád névjegyét fölvenni, az egy minőség, az egy megtiszteltetés. Kérdezem én bárkitől, hogy tudtok-e ma ilyen embert? Na tudtok, akkor neki azt a névjegyet adjuk a kezébe. Egyet biztosan tudok, hogy jelenleg a vezetésnek igencsak kereső útja van. Talán abban reménykedhetünk, hogy ez a keresés ez keleti irányba megvalósul, ahogy itt most többen is elmondták, Alfrédék is, Herceg Feriék is, meg a többiek is, a mi hazánkosok is, hogy keleti irányba kell tekinteni, nem véletlenül. Aki itt ül, és nyilván nem véletlenül ültök itt, annak mindenkinek kell, hogy tudja, hogy az ősei azok keletről érkeztek. A Hunszkéta őseink keleti népekből tevődtek össze. Micsoda minőség volt, micsoda múltunk van. És ehhez képest itt pár tíz éven vitatkozunk. Nem bírunk megegyezni 4 évben. Mi lesz ennek akkor a vége? Jelenleg azon kell gondolkodnunk, hogy éljünk túl. Ha megnézi valaki ma a hétköznapját, hogy mit eszik, mit iszik, föl tudja fogni, hogy mibe kerültünk. Mibe került az a nép, amiért 907-ben Árpád a fiait beáldozta. Később ő is meghalt.
Nézzétek meg, eltelik 1000 év, több mint 1000 év. És ugyan ott vagyunk, hogy keressük a kiutat. Kicsit azt hittük ezelőtt 20 éve, 10 éve, 15 éve, hogy majd kintről, nyugatról jön a segítség. De mint ahogy a magyar történelemben mindig meg van írva, soha ne nyugatról jött, hanem mindig keletről. Keletről azért, mert a gyökereink arra vannak. És lehet, hogy mi már nem tudjuk elfogadni esetleg azokat a népeket, mert a történelmünkből kiírták, kigyomlálták, gondos kezek, hogy a magyar történelmet ne ismerd. Mert ha elkezdenéd tanítani, megismernéd, abban a pillanatban rájönnél, hogy ki lakik a környezetedben, ki ide való, ki csak ide valónak szeretné mondani magát. Magyarnak lenni az valóban nem abból áll, hogy csak beszéli a nyelvet, annak van egy lélekminősége, van egy gondolkodása, van egy szellemisége. Ezt a szellemiséget, ezt vagy meg tudja érteni valaki, de megélni csak akkor tudja, ide születik. A Kárpát-medence az mindenképpen a jövő területe. Itt olyan események is be fognak játszódni a környezetünkben, amit a média körvonalazgat. Én nem járványokra gondolok, én ennél sokkal rosszabbakra gondolok, háborúra, éhínségre, egyéb ilyen problémákra, katasztrófákra. Ez az a terület, ami ősire kódolva van, hogy nagy túlélő lesz, és igenis az emberiségnek egy jövőbe irányuló tervét megvalósítsa, hogy felemelkedjen, hogy újra magára találjon. Kérdezem én, mire vár még a magyar nép? Miért nem fog már végre össze? Miért keresi mindig a fogást a másikon? Hogy az azért nem jó, az meg azért nem jó. Itt nagyon sok dolog elhangzik az elmúlt hónapokban. Itt akartak mindent csinálni, rendszert váltani, világot váltani, mindent váltani. Egyet meg kell érteni, a változás nem kívül van, benned van, belülről kell megváltozni, belülről kell megérteni, hogy mi a feladatod. A feladat az, hogy a hétköznapban szokjál le bizonyos szokásaidról, az étrendedről, szokjál le arról, amit eszel, szokjál le arra, hogy ki vagy te. Végre kezd el megismerni a múltadat. Mert mindenkinek csak azt tudom mondani, akinek nincs múltja, nincs jelene és lehetetlen a jövője. Olyan világok diktálják ma a magyarságot, egy USA, aki egy 300 éves népcsoport, ország, 300 név. Meg lehet nézni, 300 év. Valaki írta nekem, hogy meg kéne ünnepelni az USA ünnepét. És a magyarságnak mikor ünnepeljük a tép millió évét? Az USA 300 év alatt 20 év kivétel mindig háborúba áll, vagy háborúba vonult, vagy vonultatott, vagy háborúkat ugrasztott ki. Kérdezem én, tudtok-e valahol egyetlen egy helyet is, ahol a magyarság, a magyarok, vagy az őseim háborúkat vívtak azért, mert ők kezdeményeztek, nem védelemből. Nekem mindig van egy felvetésem, és azt gondolom, hogy a választ még mindig nem kaptam meg, hogy meg tudjuk-e érteni azt, hogy Mátyás óta eltelt, most már több mint 500 év. És hogy lehet az, hogy még mindig nem érti ez a nép, hogy mi a sorsa, hogyha így fogja folytatni. Folyamatosan veszteség, 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 folyamatosan idegeneket asszimilálnak a nyakunkba, folyamatosan olyan kultúrákat tömnek ránk, olyan irányzatokat, olyan izmusokat, ami a magyar identitástól létszükséget, messze van a gondolkodásunktól, mindenektől, távol áll a világunktól. Ezt a világunkat távol álló dolgot nem akarjuk elfogadni, de ugyanakkor mégis használjuk. Mégis azt fogjuk mondani, mégis azt mondjuk, hogy figyeljünk a nyugatra, figyeljük a médiát, figyeljük, amit ők akarnak. Ha megnézitek a szokásaikat, megnézzük azt, hogy mit eszünk, iszunk, mind onnan van. Hagytuk, hogy évtizedek alatt tönkretegyék a saját gazdaságunkat, hagytuk, hogy tönkre menjenek azok a területeink, amiket nagyanyáink, nagyapáink gondos kezei őrzött. Ma olyan élelmiszereket fogyasztasz, olyanokat iszol, amit azt se tudod, hogy mi van benne, és bele nyugodott mindenki abban, hogy nem tudja, hogy mi az. Mindenki gond nélkül vesz minden, csak azért, mert olcsó. Nem veszi észre, hogy már nincs magyar érték. Csak magyarul van fölírva az, aminek nincs értéke, nincs értelme az életednek. És az, akkor nem csodálkozom senki, hogy tele van betegsége, tele van problémával. Egy beteg, problémával küzdködő, szellemileg legyengített ember, hogy várható el, hogy elgondoljon egy olyat, hogy a magyarságnak tudatilag följebb kéne emelkedni? Hogy? Pedig ez az egyetlen út. Nincs más út. Nem lehet már tovább várni. Hamarosan egy olyan háború zóna kerül a közelünkbe, ez az ukrajnai, ez itt nem ért véget, bármennyire próbálják olyan híreket mondani, hogy véget ért, meg egyesség. Nem, ez nem ennyien egyszerű. Két világrend zajlik, amik összecsap a mai határainknál. Az egyik a nyugati, a NATO részvételével, EU nagy asszisztálása mellett,
és a másik pedig a keleti világ. Én tudom, hogy nagyon sok embernek van nosztalgiája az EU felé, hogy az jó dolog, meg minden jó, csak szeretném felsorolni, hogy mondjon egy dolgot, ami jó. Ma annak is örülhetünk, és ez nem kis öröm, hogy nem euróval kell fizetned. Bárki bármit mond, az eurónak a bevezetése nem másról szól, mint az EU pórázán való lógás. És azt hiszi akármi valaki. Az EU, keresztül tartja pórázón a népeket. És érdekes módon tőlünk délre horvátok, meg talán még a szlovénok örülnek, hogy jövőre euró lesz. Mi lehet az egyetlen út ebbe? Meg kell őrizni minden valódi nemzeti értéket, így például a pénzt is, vissza kell szerezni annak a nyomtatását magyar kézbe, magyar pénz magyar helyen nyomnak, és csak abban minőségben és abban mennyiségben, ami szükség van, nem infláló minőségeket csinálunk, mennyiségeket. Tudom, hogy ezek szinte már beláthatatlanok, meg olyan, hogy hát ez sose valósul meg, de miért? Azért nem valósul meg, mert mi nem tesszük meg, mert mi voltunk azok, akik mindig csak választani mentünk, de nem tudtuk eldönteni, hogy miért. Ez összefogás az nem arról szól csak, hogy elmondjuk arról, hogy akarna mondjuk 7 millió ember végre valami irányba tenni. Ez majdnem a lehetetlen, mert annyira szét van frusztrálva a gondolkodás, annyira megvezetik az ember, mint hogy hallom, hogy itt már különböző nemiségi gondok vannak. El lehetett volna ezt képzelni annak idején az atyáimnak? El lehetett volna képzelni? El lehetett volna képzelni azt, hogy egy család, amíg a legerősebb kötelék, ma semmit nem ér. Azt lehet mondani, hogy a család az első és legerősebb közösség. Hát kérdezem én, ami az elmúlt két évben ment, a családok ketté váltak, megosztottak lettek azzal, hogy ki menjen ide, ki menjen arra, ki menjen az autópontra, ki ne menjen. El lehet képzelni ma, hogyha a családok ilyenek, akkor hogy lett ebből egy nemzeti egység? Az első az, hogy a családoknak vissza kell állni arra az erőségre, arra a minőségre, amit képvisel. Ők nem a véletlen hozta őket össze, gondolom valami oka volt. Gondolom az, hogy valami közösséget vállaltak, ami azonos irányba akartak menni. Ha egy család megerősödik, és a családok megerősödnek, és egységesé válnak, onnan egy nemzet meg tud erősödni, ne egy gyűlölködés legyen, ne az legyen, hogy akár egy perces ilyen performansza, az nagyon nagy az a veszélye, hogy az emberek megriadnak, hogy nem akarok veszekedést, nem akarok gondot, mert ebből nekem elegem van. És megértem, ha ezt gondolják. Megértem. Azt kell megérteni, hogy a családokat rendbe kell tenni, ha család rendbe van a nemzet. Ha nemzetek rendbe vannak, és onnan hazamegy mindenki ebből az országból, oda, hova tartozik, ahol neki a szülőföldje van. És itt jegyzem meg, hogy minden kint élő magyar embernek haza kéne jönni. Árpád 907-ben 40 ezer emberre meg tudta valósítani ma azt abban az időben, ami a lehetetlen volt. Pedig egész a nyugati horda rajtunk volt. Mindenki. És az a horda nem véletlenül Róma irányította. És nem véletlen, hogy az a bizonyos átkó, és most nem a Turániról beszélek, ott van Attila is sajnos, ott hagyta Rómát, Mátyás sajnos, ott hagyta Bécset, a Habsburg fészket. És mi lett a vége? Mind a kettő ott van rajtunk a mai napig. Mind a kettő. Őket nem tudjuk visszahozni, de a szellemiségük azért megvan. Na, nem haltak meg, csak bizonyos dolgokat szerintem már nem tudnak korrigálni. Az utódjainak van az a felelősség, hogy korrigál, tanulj az ő hibáiból, tanulj abból, amit akkor láttam. Ma, 500 éve pontosan tudjuk, hogy Bécsbe nem lehetett volna megállni, hanem tovább kellett volna menni. Attilának se kellett volna megállni Róma faj előtt, tovább kellett volna menni. Ma a római birodalom nem halt meg, csak átalakult. Ha Attila beteljesítette volna azt, ami a küldetése, akkor ma a római birodalomról nem beszélni, és ma nem lenne a Habsburg problémád. De a múltat, ha nem ismerő embernek, ha ezt nem tudja, vagy ha csak más dolgokról akar hallani, bármit be lehet adni. Én azért mondtam, hogy második legnagyobb problémánk az, hogy az oktatás. Az oktatás vissza kell állítani. Én tudom, hogy egy nagy kihívás lesz, mert egy ekkora ősiséggel, ekkora történelemben rendelkező nép, mint a magyar, hihetetlen hiányokat kell pótolni. Ezt a hiányt nem lehet egyszerűen, mert meg kell találni hozzá azokat a tanítókat. Állítom, hogy itt vannak a tanítók. Nagyon-nagyon sok magyar ember van, aki nagyon sokat tud az őseitől. Nagyon sokat tud a régi emberektől. Megvannak a hagyományaink, megvannak a néprajzi múzeumokban, ott vannak az összes értékeink.
Minden megvan, de kérdezem én, ha nem akarja valaki megismerni, akkor hogy akarja azt használni? Tehát ne abba keressük mindig a változást, hogy bírálunk, ne abba keressük a változást, hogy csak elégedetlenek, azt is meg kell nézni, hogy én abban hol vagyok. Ha én nem teszek meg semmit, akkor az a kérdés, miért kérdezem meg a másiktól, hogy hogyan tovább? Az első mindig rajtam van. Ha én megteszem, akkor én egy példát mutatom, a következő, ő megteszi. A magyarságnak semmilyen jövőképe nincs, ha nem fog össze. Semmilyen. A környezetünkben csak olyanok vannak, akik alig várják, hogy ez az ország valamilyen szinten belesodrodjon egy belső anarchiába, vagy egy belső harcba, polgárháborúba. Itt nem másról van szó, erről van szó. Ha ebbe belesodródik, abban a pillanatban a külső erőben van. És nem olyan nagy ország az, hogy ezt könnyen el lehessen foglalni. Én azt kérek mindenkitől, hogy Árpádnak az emlékét azért hagyjuk meg. Ne csak abban, hogy megemlékezzünk, hanem abban is hagyjuk meg, hogy ő felhívta a figyelmet a nyugati veszélyre. A mai ember, a mai itt Magyarországon, a Kárpát-medencében élő ember is tudja, hogy nyugaton és Amerikában van a veszély. Nem utálni kell, tanulni kell a történelemből. Elő kell venni az ősi iratokat, elő kell venni a valódi történelmet, és a valódi történelmet elővesszük, abban a pillanatban azt az üzenetet a kezünkbe is adják. Ha valaki kimegy a holdvilág árokba, én azt gondolom, hogy a Piris egyik legérdekesebb és legmisztikusabb helyére megy ki. Ott nem lehet nem alázattal menni. A Piris eleve alázatot követel, és nem azért megköveteli, hanem mert olyan a hely. Nagyon kevés olyan hely van a világon, mint a Piris, de a Piris nagyon-nagyon ott van. Hány magyar megy ki úgy a Pirisbe, hogy kér valamit? A Pirisbe kimegy valaki, és kérjen. A legfelső szintig fog elmenni, a jó istenük, és az őseink azok, akiknek a szellemvilágában, ott a holdvilágárokon tapintható, hogy ott találkozik. Nem egyel voltam kint, akinek megtapasztalása volt. Kérek mindenkit, ha van ideje, van kedve, akár amikor mi szervezünk egy utat, akár amikor bárkit szervez a holdvilág, a Herceg Ferék, ha szerveznek, akár önállóan a holdvilág áruban minden magyarnak kötelessége lenne kimenni, mert az ősei elvárják. Egy dolgot meg kell tanulni viszont, úgy ne lép be a holdvilág áruk területére, hogy nem kész rá engedélyt, és ez szószoros értelemben. Megvannak azok közöttünk, akik ezeket az engedélyeket meg tudják mutatni, meg tudják csinálni, be tudják mutatni a szellemvilágnak, és ez nem hókusz-pókusz. Az a gondom nekem, hogy a magyarok sok mindent hókusz-pókusznak hisznek, azt, amit a más országokban, más népek egyáltalán nem is tudnak elképzelni, pedig nekünk az életünkben benne volt. Egy ilyen mérhetetlen nagymúltú nép, ami több millió éves, szkíta, hun, magyar. El lehet képzelni, hogy mi mindent tanult meg? Egy hatalmas feladata van a magyarságnak, ami innen a Kárpát-medencéből ki fog indulni. Hogy ez most kezdődik a jelenlegi vezetéssel, vagy nem, ezt majd a jövő eldönt. Én úgy érzem, hogy nem az embereket kell figyelni, magunkat. Magunkra kell figyelni, hogy alkalmas legyek arra, hogy értsem, hogy mi a feladatom. A feladatom nem más, fejezzem be ezt a nyugati mádatot, fejezzem be a gyűlölködést, és értsem meg, hogy én egyet szeretnék, egy olyan magyarságot, egy olyan területen élni, ahol vissza tud állni, nem csak a Trianon, hanem menni sokkal messzebb. Azok a testvéreink, azok a népcsoportok, amelyik valamilyen szinten leszármazottainkkal kapcsolatban vannak, akár a csontjaikkal be van bizonyítva, ahogy itt hallottuk. Azok pontosan tudják, mindig távolabbra megyünk keletre, annál inkább tudják, hogy kik élnek itt a Kárpát-medencében, és egyetlen csoport, amelyik az ő őseiket hordozza, ő genetikájukat. Miért van ez, hogy mi meg nem emlékezünk rájuk? Mi nem akarjuk megérteni azt, hogy mi ki vagyunk? Mi lehajtott fejjel akarunk szolgálni bárkit? Miért felejtjük el azt, hogy mi a inkább olyan népek lennének, akik az összes népet tudnánk tanítani? A mi írásunkat nem véletlenül nem tanítják, a mi írásunkat nem véletlenül latinizálták. De egy dolgot nem tudtak latinizálni, a gondolkodást, meg azt a lélek minőségedet, az bármilyen nyelven nem adható el, csak akkor, ha te vagy, mert csak te tudod ezt megérezni. Mindenkinek azt kérem, akik van lehetősége, igenis a Herceg Ferék könyvét, igenis az összes olyan kutatóinkat, Grampia Attilát, Matek Kamiltól kezdve mindenkit, keressetek meg, mert ott van mindenkiben, ott ketyeg az a bizonyos tudás. Csak nem tudja, hol nyílik meg, és csak egyszer kell megnyitni ezt a csapot.
áramlani fog rá mindenkire az, amire azt hitte, hogy ő alkalmatlan. Nem alkalmatlan az ember, csak nincs képessége arra, hogy hogy issa meg. Igenis, meg kell adni az őseknek a tiszteletet, meg kell adni egymásnak is a tiszteletet, de azt nem szabad elfelejteni, hogy felelősség is van. Ebben a Kárpát-medencében a felelősség az nem kevesebb, mint felelősség azért, hogy kivezessük egyszer azt a nemzetet, összefogjuk ezt a nemzetet egy egységes fajként tovább tudjon lépni, az a nagy fajjá. És ha az, aki azt hiszi, hogy ez egy nagyon-nagyon révúz dolog, nagyon nem. Minden innen indul el. Minden. Nem véletlenül mindenki ide kívánkozik. Nem véletlenül mindenki ide akar jönni. Nem véletlenül mindenki innen szeretne valamit elvinni. És nem hoz. Láthatod már itt valaki, aki hozott volna? Nem mindenki vinni akar. Mert egy csodálatos helyszín. Én nagyon sok helyen jártam, mindegyik azt mondom, mindegyik csodálatos. De nem szabad elfelejteni, hogy minden embernek az kell legyen a legcsodálatosabb, ahol a szülőföldje van, ahol születik, mert oda van a küldetése. Ezt nem lehet elcserélni se egy jobb állásért, se egy jobb karrierért, se egy jobb pozícióért, se egy jobb valami anyagi dologért, azért, meg kalandért, mert a szülőföldednek van oka, hogy oda születtél. Ott kell megtapasztaljál, ott kell megtanuljál, és ott kell továbbadnod. Ha ezt megérted, és tovább fogod adni, akkor a te gyerekeid, a te unokáid biztonságos helyen vannak. De ne ők legyenek biztonságban, már mi is abba kell legyünk. Mert mit jelent a biztonság, ha én már nem érem meg? De nézzük meg nagyapáinknak csak a gondolatait, az életét. Itt nagyon sok idős ember él még a környezetünkben, akikről elfelejtkeztünk, akiket nem akarunk megkérdezni. Akikről azt mondjuk csak, hogy á, nem, ezek szenilis bolondok, á, nem, nem, nem. Pedig egy kicsit, ha hallgatod, az a szenilis bolond simán beszél arról, amiről már nekünk fogalmunk sincs. Miért? Mert minket leküttött a napi média, leküttött a napi probléma, és leküttött a napi megélhetés. Őknek is volt egy napi életük, de nem a pénz körül forgott. A magyar embert bevitték nyugati mintára, a mannonnak a imádatára. És ennek, ha megnézzük, igazából nem a mi vagyunk a legkedvesebbjei. És az a legszebb, hogy a magyar, mint olyan, nem is tudja kezelni a pénzt. Azért, mert nem a pénzhez kötődik, lelkisége van. Ő a másikban nem azt látja, hogy meg akarok belőle élni, hogy tudjak belőle élősködni, hogy tudjak élni, hanem egymás segítő volt. Ezt nem szabad hagyni, hogy elveszünk. És azért is mondtatok mindig Árpádra, és amikor itt vagyok, mert ő akkor megmutatta 40 ezer emberrel, egy reménytelen szituba, hogy megnyerte. És megnyerte, mert több mint száz évig nem jött a környékünkre senki. Kérdezem én, ha Magyarország összefog, és összefog azokkal a népcsoportokkal, akik keletre vannak, akik a genetikánkban benn vannak, mert csak azzal szabad most gondolkodni. És ez orosz, ez lehet ázsiai, ez lehet indiai. Gondoljuk csak végig. Iráni. Szinte hihetetlen ez a népsor. Ha összefogunk, és ezt megnyerjük, mikor fog a következő ide jönni a nyakunkra? Hát gyanítom, hogy nagyon hosszú időből, ha egyáltalán bekövetkezik. Ma egy olyan pillanat van, amikor a mi életünkben van meg a lehetőség. Nem az unokáinkban, nem a valakikben majd, hanem nekünk. És azt kívánom mindenkinek, hogy ezt meg tudja élni, és csak úgy tudja megélni, ha el tudja fogadni, hogy egy egységes egész nemzetté kell válni. A nemzetében csak akkor tudunk válni, ha megértjük, hogy lélekben is kik vagyunk. Hát pedig én sokszor azt látom, hogy lélekben nem magyar embert látok, csak gondolkodásba próbál az lenni. Köszönöm, és kívánom mindenkinek, hogy így emlékezzetek Árpádra. Megmutatta, hogy mit kell most tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nekem az lenne a véleménye, hogy most álljunk össze, mindannyian. Az Alma meg a Magdika, a Szelei Magdi vezeti azt az utat, amit most megtettek itt a szobor körül, hétszer járjátok körbe, jó? És utána gyertek ide vissza, és akkor folytatódik az egész, mert utána játszik a zenekar. Jó, rendben. Fogják a zászlót, ők a zászlóvivők, és akkor egy sétát tegyetek a emlékmű körül. Jó szokásunk a szíved.
Jó? Álltak be egy sorba. Szóljanak. Annyi mindent ért a videó, de nem vettük fel az egészet, meg
Oh,
ki utódról éppen, ne légyen az úton, úgy ne szejtő homály, ragyogjon a fényed, repülj turul Thank you.
Benneteket. Az Egység zenekar dolgozunk jó pár éve az Egységen önmagunkon belül, hogy a Teremtővel is meg tudjuk teremteni, és aztán így egymás között is, amiről Szecsei Miklós is beszélt, hogy ugye a változás belülről indul, belülről kezdődik. Ez egy nagyon fontos része annak, hogy felemelkedjünk, túléljünk, és minden más, hogy egy igazi boldog világba élhessünk tovább. Hiszen ember művet kincseit felélted, válaszúthoz érve, változ vagy távoz, álmodj és áldoz. Úgy tudom, hogy, vagy úgy érzem, hogy akik itt vagyunk, azok mind az utóbbi táborba tartozunk, hogy álmodunk és változunk, és próbáljuk ezt a újra megélt régi új világot újra teremteni, újra elhozni. És erről akart szólni az előző dal. És most egy ismerős dallam következzék újra. Hát a kiadott műsortól legyen az. Jó. Melyik? A Földanya szokott lenni. De... Jó. Tehát én nem térnék el a kiadott műsortól, hanem eljátszanánk azt a dalunkat, amivel kifejezzük azt az érzésünket, vágyunkat, hogy mi mint természet közeli népnek a leszármazottai, szeretnénk földanyánkkal harmóniában együtt élni, tisztelvén őt, és hát tudjuk, hogy vannak olyan, akik nem így élnek. Mi ezt a tábort szeretnénk erősíteni, akik nem azt faltozzák le földanyát, nem a kényelmünk kedvéért, nem fognak mindent elgépiesíteni, túlzásba vinni az elektromosságot, hiszen nem ez a felmelegedés oka, amit ránk akarnak beszélni, hanem éppen ez, hogy kőbe zártuk az egész világot, az egész földanyát, földbolygót le, aszfaltoztuk, rengeteg elektromosság, kényelmi cikk, klímák mennek, tehát gondoljuk el, mit érezhet földanya. Tehát következzék ez a dal. Bocsánat csak, mivel egy picit ugye eltértünk a szokott műsortól, azért gondolkoztam, hogy melyik dal, amelyik ide illő. Tehát következzék a Földanya. Egy haza.
Balázsról dobok, György Laci, Perka. Szép lassan megmutatom az egész zenekart. Köszönjük szépen! És ugye emlékszünk egy időszakra, amiről viszont Pócs Alfréd barátom is beszélt, ami vissza fog térni ősszel, az a bizonyos maszk. Itt van ez a Vajna János barátom által készített, remélem ez lesz a reakció. Hogy vagytok, angyalok? Angyal lelkűek, szevasztok. Hát ebben az időszakban született a következő dal, a címe Mire vársz? A szövegét megérdemes figyelmesen hallgatni. Árpád atyák mellett nem fázol. A cél már oly közel, a mindent látó szem, a felhőkből figyel. Van egy kész, ami láthatatlanul, támasz járvány pihar, tűzé Mire vársz, a körbe zárod már, hát van még mire vársz,
Vedd be a maszkot és lélegezz! És most egy számotokra is ismerős dal, ami egy olyan történethez kötődik, hogy 2006-ban egy táncos lábú úriember azt mondta, hogy annak, akinek nem tetszik ebben az országban, el lehet innen menni. Akkor született ez a dal, hogy nem megyek el, itt maradok, bennem Isten napja ragyog, bárhogy is tépjen a szél, mosson eső, itt a hazánk, itt maradunk. Itt maradok, szívem hazám én dobom, nem
megyek el, itt maradok, bennem Isten napja ragyog. Nem megyek el, itt maradok, szívem hazám ér dobog. Nem megyek el, itt maradok, bennem Isten napja ragyog. Nem megyek el, itt maradok, szívem hazám ér dobog. Nagyon szépen köszönjük. Ugye nagyon fontos, hogy őseink és hőseink, ha már megvédték a Kárpát hazát a háromszoros túlerővel szemben, akkor ne fogadjunk szót ennek az úri embernek, aki erre akart minket rábeszélni, hogy hagyjuk el a saját hazánkat. Táncoljál inkább a portióban, bérjük. Mehet a látni? Nagyon fontos mondani való, amire az előbb is kicsit már kitértünk, hogy vannak olyan népek, akik tisztelik ezt a bolygót, és próbálják elérni, hogy a gyerekeink, unokáink is ezen a csodálatos világon tudjanak majd tovább élni. Minden esetre mi látni szeretnénk, hogy ez ilyen marad, ez a világ, amilyennek mi teremtettük, és nem olyannak, amilyennek a másik oldal szeretni. Thank you.
látni szeretnénk. Köszönjük szépen. És most fogalmam sincs, hogy mi következik, Eszter, segíts. Így megkeveredtek egy kicsit a dalok. Jó, azt most kihagyjuk. Szerintem következzék a Hold dala. Egy nagyon fontos témánk a híres neves női minőség tisztelete, hiszen az utóbbi pár ezer évben elvesztettük ezt a tulajdonságunkat, hogy egyenlő társként tekintsünk a hölgyekre, pedig legyünk őszinték magunkkal, kevesebb háború, gonoszság lenne a világban, hogyha ugyanúgy, mint az ősi időkben, a társadalom irányításából ugyanúgy kivennék a hölgyek, és itt nem is a hölgyekre gondolok, hanem arra a női minőségre, mert sajnos sokan már kénytelenek voltak akklimatizálódni a társadalomhoz, és majdnem, hogy férfiakká váltak, hanem az a női tudás, az a finomság, az az energia, amivel ugye őseinknél a gyógyítók, a mágusok, papnők rendelkeztek. És hát jól tudjuk, hogy a hun kultúrában a férfi erő szimbóluma a nap, a női minősége a hold. Éppen azért hívjuk ezt a dalunkat a Hold dalának, hogy kifejezzük azt az óhajunkat, hogy az a híres nevezetes női minőség, amiről annyian beszélnek, de sokszor nem figyelünk rá, az visszanyerje a méltó helyét a férfi ember mellett egyenlő társként. Tehát következzék a Hold dala. Zsolt, dobok!
és akkor már Semesbogya Eszterének dalszövege, gitár. Zsolt és Eszter is nagyon régi háttársunk. Ugyanúgy Mari és Flisár Mária, akivel annó együtt kezdtük a zenekart. Illetve vannak új tagjaink, Szepesi Ricsosz, basszusgitár, és még remekül is énekel, meg nagyon sok hangszeren játszik. Schneider András, billentyűs hangszeren. És György László, aki mindenes a zenekarban, ő a népi hangszeresünk. Dudától kezdve fúvósokon, perkákon, ütősökön. Zsolt már kezd fáradni, örülök. Tündérmúltú mágus vérű magyarok ébresztő. Köszönjük szépen a meghívást Herceg Ferenc barátomnak és a többi csodálatos előadónak, hogy itt lehettünk, mindig hozzáadhatunk mi is ez a felemelő ünnephez, hiszen egy igazi nemzeti ünnep, annak kéne lennie. Évről évre növekednünk és nem fogynunk, hiszen a létünk a tét. És szeretnénk búcsúzni egy ősi imával, egy ősi fohásszal, amely arról szól, hogy legyen úgy, mint régen volt. Nem úgy, mint 56-ban vagy azelőtt, hanem nagyon-nagyon régen, amikor még az őseinket, a tündérek és más magas tudatosságú lények tanították minden szépre és jóra, de hát aztán eljött egy idő, amikor az arány helyett az aranyra volt inkább szükségünk, arra fájt a fogunk, és elfordultunk a tündérek tanításaitól. Ugye Székelyföldön is mennek ezek a mesék, hogy kiülnek és elmondják, hogy kiktől tanultuk az ősi tudást, hiszen az kell mindenkinek, azért fáj ránk a foguk az ősi tudás miatt, ami még bennünk él. Ezért írtották ki az indiánokat, ugye az is egy tervezett manőver volt, a Amerika felfedezése véletlenül, a keltákat, szkíták is közéjük tartoztak. De hát nem akarok túl messzire menni, nem akarom az időtöket rabolni, hanem énekeljük el együtt ezt az ősi imált fohászt. Legyen úgy, mint régen volt. Thank you.
ugyanúgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Adjon Isten a magyarnak, adjon Isten a magyarnak, két kezén tiszta ég, minden jó. Magyarok, jó Istene, áldjon és vigyázzon mindannyiunkra. Nagyon szépen köszönjük a meghívást Herceg Ferenc barátunknak, köszönjük Elekes Tibornak és fiának a remek hangosítást, amit így a körülményekhez képest ugye megengedhetünk magunknak, hiszen minket nem támogat. Így van, megérdemelnek egy tapsot már nélkülük. Ez az egész tényleg. Nem kapunk 380-at, mint a Szabadság koncerten, meg ilyesmi, úgyhogy aggregátorról megyünk. Nagyon szépen köszönjük, és ne feledjétek, hogy mi szeretetből megyünk ilyen ébresztő és magyar rendezvényekre. Nem ez a fontos, nem az arany, hanem az arány. És aki úgy gondolja, hogy szeretne valamilyen rendezvényen látni minket, vagy hallani, vagyis hát lehetőség szerint mindkettőt, az föl tudja venni velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen, egycsekzenekar, nagyon fontos, hogy egy G-vel írjuk, hogy egycsekzenekar, kukacgmail.com, és a Facebookon is ugye már anélkül nem lehet élni, de szerencsére még valamennyire így van médiánk, hiszen az RTL klub az nem támogat minket. Hát a Facebookon van olyan, hogy egycsekzenekar kedvelőinek klubja, oda lehet csatlakozni, és lehetőség szerint mindig felteszünk programokat, hogy hol lépünk fel. Úgy tudjuk, hogy legközelebb talán a Mogyon, de az biztos, hogy Bugacon, szombati napon, augusztus 13-án Mónus József Farkas barátunkat fogjuk az arénában olyan 2-3 óra körül akusztikusan kísérni az újabb rekordlövése közepette. Úgyhogy ez egy biztos pont, tehát augusztus 13 szombat Bugacon, a Kurultájon. Nagyon szépen köszönjük, még egyszer bemutatnám a zenekar, Dáma Semes, Bogya Eszter, dalszerző, dalénekes, fafaragó művész, Fliszár Mária énekes, remek vers megzenésítéseken dolgozik egy gitáros barátjával együtt, akusztikus zenében is nagyszerű, illetve a legrégebbi háttársam Eszteren és Marin kívül Gulyás Zsolt, 19-ben csatlakozott hozzánk György László, ő is egy igazi áldás, ugyanúgy, mint egy szepes Ricsosz is, ő azt szereti, azt mondjuk, hogy Ricsosz. Láttátok, hogy egy igazi háttárs, tehát szükség van arra, amit a Válvetve című dalba elmeséltünk, hiszen ő vak, nem világtalan, ezt ő mondja mindig, mert gyönyörű belső világa van, hanem születésétől fogva vak, de hát a teremtő is ugye sokszor nem lehet tudni, hogy mit miért tesz, lehet, hogy nem lenne ilyen zseniális zenész, ilyen zseniális remek hang. És végül a múlt héten csatlakozott hozzánk Schneider András billentyűn, hogy ő is teljes értékű tagunk, és nagyon szépen köszönjük még egyszer a figyelmet, és jó ét! Mi is köszönjük!